Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Életmentő agyműtétet végeztek el egy aranyhalon Ausztráliában. Több szempontból is érdekes ez a dolog, az ember először átolvas, és azt gondolja, de helyes történet. Aztán, amikor kicsit belásod magad, és elkezdesz gondolkodni azon, hogy egyrészt ki akar megmenteni egy aranyhalat, kettő, milyen érzelmi viszonyba tudsz kerülni egy aranyhalal, kettő, megére 300 dollárt, hogy leoperáljanak az állatfejéről egy hatalmas tumort. Történt ugyanis, hogy emberünk, aki nagyon ragaszkodott az aranyhalhoz, észrevette, hogy hát valami kinőtt a halának a fején. És nagyon szerette ezt a halat. Erős érzelmi kapcsolatban álltak a hallal. Istenem, de szép lehet. George, így hívták a halat. Uh-huh. Rábízta az állatorvosokra. Gyuri volt az aranyhal. Rábízta az állatorvosokra, és azt mondta, hogy bármennyi pénzt hajlandó kifizetni, de mentsék meg az aranyhalát. Egyébként úgy néz ki, hogy az aranyhal most már jól van. Oh, de jó. Fú, már nagyon izgultam. Egyenesen úszik, az miből látszik, a jól van? Az, hogy már úszkál. Aha. Mert eddig a dudor miatt így lefelé állt a fejet, és karcolt az akvárium alját, az most már nincs ott, úgyhogy visszaállt rendesen. Hmm. Hogy a francba lehet érzelmi kapcsolatba kerülni egy aranyhallal? Ahogy egy óriás kígyóva. Most komolyan. Hát de még egy kígyóba is több van. Hát nincs. De szerintem egy, nem sokkal. Szerintem egy, egy több van a kígyóban. Figyelj. Legalább azt meg tudod simogatni. De ehogy is. Hát, na, abban igazad van, hogy meg lehet simogatni. Mondjuk egy gumikesztyűben meg tudod simogatni, szerintem az aranyhalat is, vagy akármében nyúlsz az akváriumban, és ha ügyes vagy, akkor megsimogatod. De legalább például, amikor az aranyhalat megeteted, berakod neki egy stubifexet, meg a szárított bolhát, akkor legalább az reagál valamit. Na, most azt gondolod, hogy csóválja a farkát, de nem, csak úszik. De legalább oda megy. Az óriás kígyó hova megy? Sehova. Beszakod az egeret. Igen, berakod az egeret, azt pár múlva nincs ott az egér. Mi kiveszed, megpuszilgatod, visszarakod? Nekem voltak halaim, voltak gupiaim, volt egy csomó mindenem. Még és követtek a szobában? Néztek így? Rohadtul nem, rohadtul. Aha. Na ez a baj. Agyhalott állatok igazából. Amikor te elkezded üdögetni az akvárium tetejét, mi tartottunk befőttes üvegbe, akváriumba, akkor jönnek. Befőttes üvegbe. Volt befőttes üvegbe gupin. Az se rossz. 5 liter. Ez nagy klasszik, volt. 5 liter. Nagy uborkás. Befőttes üveg, belerak a 3 ilyen kis. Elfogyott a kovászos uborka, és aztán raktatok bele szívfókat. Igen, de meg kovászos uborka levébe. Nem vettük ki a kovászos uborkát, csak közben. Ja, igen, és ott a kis kenyér darabok között ott úszkál. Őket leítatok belőle egy kicsit. Nagyon jó, ilyen kis ecetes savanyú lében voltak. Kicsit nehezen látszott át, mert ugye nagyon ugye hát sűrű volt elé. De mindig, amikor eltettük őket, akkor odajöttek az üvegszél, és akkor láttuk, hogy hol vannak. És azonnal tartósította őket. De hogy igazából sose ragaszkodtam hozzájuk. Tehát elpusztult egy, oké, kivettük, beraktunk másik hármat, megint elpusztult, viszonylag azért ott komoly rotáció volt, tehát nem sokat élt meg egy-egy hal nálunk. Hát. De hogy nem éreztem volna, hogyha egy halottos beteg, akkor vigyem el állatorvos, az leginkább nem, hogy mondjuk 60 ezer forintot elköltsek egy aranyhalra. Hát igazad van. Van a hiba? Hát jó, mondjuk azért szerintem az aranyhalak az egy picit nagyobbra megnőnek, mint a guppig. Mondjuk egy guppinak a műtése, az szerintem már azért kihívás lenne bárkinek, bizonyám. Tehát, hogy akkor, amikor te tínédzser voltál, ne is haragudj, azért mégiscsak most már lassan te is a B oldalra kerülsz át. Tehát amikor te tínédzser voltál, vagy még kisebb, azért a sebészet szerintem még nem állt olyan annyira a helyzet magaslatán, hogy te bevitted volna, Istenem, mentsék meg az aranyhalamat, meg Bélát. És beviszel egy guppit. Igen. Egyáltalán hogy műtik? Slagot tesznek a szájába valószínű, nem? Az aranyhallak? Az aranyhallak. Tehát leteszik az asztalra, belevezetnek egy slagot a nem szájába. Nem beúsznak hozzá. Víz alatt is ebészet. Beúsznak hozzá, és a víz alatt műtik meg. Egy kis reduktorral, egy kis palackkal az állatot most beúszott? Befeküdt? Dr. Wasserhol beteg. Ugye kiveszik az aranyhalat, csövet tesznek a szájába, keringetik a kopoltyújában a vizet, és közben megműtik. Altatásban műtesz aranyhalat? Hát... különbség nincs, ha ébren van és alszik. Hát de, hogy hát fáj neki. Igen? Hát jó kérdés. Hogy altatod el? Érez? Infúzió keresztül egy branült beraksz neki? Tessék, következő. Vagy maszkot kérdés. Teszel a szájára? Akkor nem jó, mert akkor nem a maszkot teszel, nem tud betenni a csövet. Az ami igaz. Jön a víz. Nem akkor csak az van, amit a Jani marad. Mögé kerülsz, és kloroformos rongyal. Rongy, így van. Elkapod a sika. Megműtik a halat. Azt mondja a hír, hogy most már jól van úszkál. Eddig mit csinált? Feküdt az intenzíven? Na most úszkál, vagy lebeg? Na ez az. Nem mindegy. Eddig feküdt egy hatágy a szobában, pihengetett, és várta, hogy most már bemehessen a medencébe egy kicsit úszkálni. Eddig keveset úszott. Mi az, hogy már úszkál? Eddig feküdt?
állt. És hogy van, hogy egy Jack, az egyik ágyon Jack a dándok fekszik, a másikon dándok, egy truc, egy aranyhal, egy Gyuri aranyhal. Az aranyhal. Picit az aranyhal, a Gyuriát az aranyhal, a nehezen veszed észre. Így van, és Peti a pók. Igen, Peti a fók, két leopárd és egy agáma. És ez a hat ágyas. Mondjuk egyébként jó buli van. Figyelj, nem? Mondjuk az rossz lehet, hogy mindenki téged akar megenni. Tehát ott van egy agáma, ott van egy gecko, egy leopárd, és mi mindig a legkisebbre megy. Azért az nem egy szerencsése. Vagy berakod hiányzó lányszemként a hogy hívják be, a táplálkozási rendbe. Mondjuk az aranyhalnak jó, még mindig elő tud jönni ezzel, ha nem eszel meg, tudod. Három kívánság. Azt mindenki, azt én is megnyalnám. Igen. Menj meg kisgazdán, vetesd lesz a tumortorom, teljesítem egy kívánságodat. Hát mi van itt valami ilyesmi, ilyen mesevilág, mesevilágban élt a mi főhősünk, nem? Az biztos. Hogy kötözik be például a sebe? Hát eluxa. Aha. Vagy leokoplasszal. Aha. Vízálló, ahol soplaska. Ja, és víze. Aha. Értem. És akkor azt mondják neki, hogy beteg, kérem, ne menjen vízbe egy hétig. Na, nem érheti víz a sebet. Nem érheti víz a sebet egy hétig. Nagyon fontos. De hát kérem szépen, ott érek. Nem érdekes. Majd valahogy megoldjuk. Teljesen jogos felvetések. A tumor az kívül volt, vagy belül? Nem lehet, hogy az agyát vették ki? Egy aranyhának van agya? Van. Hát van. Nem tudna körbeúszni. Hát egy 3 másodperces vagy 5 másodperces a memóriája. Tehát hogy azért úszik folyamatosan körbe-körbe, mert elfelejti, hogy ő ott járt. Uh-huh. És addig nő, amíg érzi, hogy tere van nőni. A halak életük végéig nőnek, ezt tudtátok? Hát most már igen. A halak az életük végéig nőnek. És ha látja, hogy kicsi a pecó, akkor nem. És látja, hogy kicsi a pecó, egyébként tök intelligens az aranyhal, ha látja, hogy kicsi, akkor megáll a növésbe. De egyébként minden hal az élete végéig nő, és ha berakod őket egy tóba, ahol van életterük és van helyük, akkor nőnek meg ilyen rohadt nagyra. Tudod, hát vannak ezek jobb, a nagyon nagy, szép, mit tudom, félméteres, 40 centis aranyhalak. Ha egy kis akváriumban tartod, akkor észreveszi, hogy mekkora helye van, és nem nő tovább. Tehát sosincs túl kicsi helyen túl nagy aranyhaj, mert látja, hogy mekkora az élettere, és megáll a növésbe. Azt mondja, hogy jó, nekem akkor ennyi elég. Ha visszateszed egy kisebb, akkor összemegy. Ilyet is tud. Aha, igen. Tehát, hogyha igen. Flexibilis. Igen, ha egy fél méteres aranyhalat beraksz egy hűtőtáskába, vagy egy befőtes üvegbe, akkor másnapra kicsire ugrik. Tehát egyébként nem buta hal az aranyhal. Hát, ezek szerint nem, de én figyeljetek, megmondom, hogy köszönöm, nekem szimpatikus az, hogy ennyire kötődött hozzá az ember. Hozzátartozott a kis életéhez. Adná 60 ezeret egy aranyhalért? Lenne egy halod, és aztán 60 ezer forintért meg tudunk mondani. De mit szeretsz egy halom? Hát milyen érzelmi kapcsolatban minden kerülsz? Nap úgy mész haza, hogy ott vár egy üvegben. Gyerekek, ahhoz figyelj. Azért meglehetősen, tehát szerintem az azért patológia eset. Mondok erre egy példát. Hány olyan magyar család van, igen? Ahol azért vittek ki a Dunapartra mondjuk egy pontyot? Karácsony környékén, mert a gyerekek megsajnálták, miközben nézték bent a kádban, de az is. De nem ott más. A gyermek lelki világa az nagyon fontos, hogy lássa, hogy nem ez. De érzelmileg kötődsz hozzá. A gyerek érzelmileg kötődik, de a gyerek kötődik egy mesztelen csigához. Nem lehet kötődni? Nem azt tudom, csak a kettő között eltelik 30 év. Hát igen, és tehát, hogyha te egy aranyhalhoz kötődsz, akkor valószínű, hogy az emberek között nem találsz meg valamit. Azért az nem természetes, uh-huh. Hogy lelki viszonyod van egy aranyhallal. Tehát azért érted, hogy azért kell néhány defektet cipelned magaddal. Egy kutyával, oké? Hát teljesen más, hát nem lehet össze. Azért egy aranyhalat a kutyával. Miért? Azért, mert ez visszahozza a csontot, az meg nem hozza vissza. Apám meg szörnyű lenne, ha meg kéne magyarázni, hogy mi a különbség. Hát hogy mi? Hát állat, állat. Hát na jó, de van érzelem a kutyában, azért egy csomó mindent levesz rólad, érez téged, megérzi, hogy összhaza jelez. A te szenzoraid nem jók, az aranyhal is jelez, lehet. Jó, akkor jó, lehet, hogy bennem van a hiba. A büdös életben nem tudnék ragaszkodni. Hát figyelj, valaki bocsássákat tart. Na, ott aztán mondd már meg nekem. Ott aztán mondd már meg nekem, hogy miért kötődik hozzájuk. Nem is látja őket jóformán. Vagy a madárpók, azt miért szereted? Nem tudom, hogy tehát valódi érzelmi köteléknek hívhatjuk-e azt, aha. Hogy madárpókot tartasz, vagy csak szeretet borzongasz tőle, jó megmutatni másoknak, de nem tudom, hogy van-e valódi érzelmi kötelék. Tehát érzelmi köteléket van egy aranyhal felé, szerintem azért hát figyelj, az egy komoly lelki defektus, hát nem, azért szóval. Biztos nem működik úgy, mint a mit tudom én Mencsétek Viliben, hogy akkor hogy együtt úsznak, meg mit tudom én ilyesmi, mert hogy azért fura lenne, hogyha elmennél, kimennének, mit tudom én, a Rudasba, és akkor ott egy gyere, és akkor együtt úsznának boldogan. Az állatért, amit szeretsz, vagy a társadért, nevezünk inkább így, mert ugye az állattartók nagy része azért társnak tartja az állatot, és nem pedig tulajdonnak. Ezt egy kutya esetében meg is értem egyébként. Gyakorlatilag bármennyit kifizetsz azért, hogyha te felelős állattartod, sajnos a másik féleket is ismerjük, ezért van szükség az állatvédőkre, de egyébként aki felelős állattartó, az bármennyit kifizetne azért, hogy annak az állatnak jobb legyen. Jó, hát ez igen, amit persze. Szeret, ami kedves számára. Azért, mert gonoszok vagytok, srácok, én most viszem a hanyámat Röngerre fotóztunk. Na tessék. Figyelj csak, az tessék. Aranyhalakat meg lehet egymástól különböztetni? Vagy azok tök egyformák? Tehát két azonos hát, méretű. Hát nem, így van, karátszámok. Mert érted, akkor ott is lehet, hogy az van, hogy szegény aranyhal, a tumoros, akit bevitt a gazdája, az elpusztult. És
300 dollárért vett egy vadonatúj aranyhalat, mert ezzel verte át az orvos. Hogy ki, ezt most kicsit nem értem, micsoda? Hát, mert a kutyát azt meg tudod különböztetni, meg szólsz neki, hogy blöki, gyere ide, oda jön, ha nem úgy hívják, nem jön oda. Az aranyhalnak nincs ilyenje, tehát lehet, hogy meg sem ütötte az orvos, érted, az agyát az aranyhalnak, hanem vett egy másik ugyanak ja, aranyhalat, aha. És azt mondta, hogy tessék, 300 dollár volt. Aha, nézze meg, milyen szépen befort a seb. Nézze csak, igen. Menje, hogy meggyógyult, milyen szép. Picit fakóbb lett, picit nagyobb. Picit megsillettem. Igen, nem is hallgat, amikor kopogtat az akvárium falán. Van egy állatorvosunk, erre már beszéltünk. Péter, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Te hallottad ezt az aranyhalas történetet? Félig meddig igen, hallottam, és szerintem ez azért így első hallásra eléggé kamu ízű, de... Figyelj, láttam a fotót róla, ott fekszik az aranyhal a műtőasztalon, és slag van a szájában, és ketten ott munkálkodnak felette. Ott van Gyuri az aranyhal, és Tamás a tumor. Kétségtelen egyébként, hogy lehet halakat is operálni. Az én esetemben is volt már hasonló, de akkor még nagyon kicsi voltam, és akkor még nem gondoltam, hogy ha sokáig szárazon van a halad, akkor nem bírja ki ezt az operációt. Bár az operáció jól sikerült, de körülbelül 4-5 éves lehettem. Egyébként az állatorvosi pályám kezdetén volt egy nagyon érdekes eset. Ez vagy 25 évvel ezelőtt egy előre haladott szopornicás kisúszkát hoztak hozzám, és ennek kutyú számára a betegségnek a légúti tünetei, illetve az idegrendszeri tünetei is jelentkeztek. Szegénykémnek iszonyatos köhögés, orváladékozás, és emellett a kutyán egy fokozódó remegés alakult ki. És hát mondtam nekik, én úgy tanultam, hogy sajnos amikor már az idegrendszeri forma jelentkezik, akkor nincs mese, sajnos az állat menthetetlen el kell altatni. Hát a gazdik iszonyatosan elkezdtek rimánkodni, mert kiderült, hogy nekik van egy sérült kislányuk, és ennek a kislánynak a testvére, a négylábú testvére ez a kutya. Hát édesapámmal összedugtuk a fejünket, hogy gyerek orvos, és kaptam tőle egy olyan antibiotikumot, ami akkoriban még a humán praxisban is ritkaság volt, és ezzel kezdtem el kutyust kezelni, és csodák-csodára ezekből a hurutos tünetekből kigyógyítottam őt, viszont a kutya továbbra is hát remegett. És mondtam nekik, hogy ne haragudjanak, de hát ez valószínű, ez továbbra is fönnmarad, azt mondták, semmit nem számít, ők így is szeretik, így rángatozva, remegve, nem volt nagyon súlyos, és évek folytán ez egyre csökkent. Míg nem elvitték egyszer egy másik állatorvoshoz egy védőoltásra, föltették az asztalra, és büszkén mondták, na ezt a király doktor úr csinálta, ránézett az összes, ő mentette meg az életét, és másik állatorvos, hogy ránézett, hogy hát élet ez, úgyhogy minden relatív, nem mondom, hogy igen. Igen. De neked volt teknősöd is, amit össze kellett ragasztani, nem volt ilyen? Hát igen, az pont az elmúlt évben volt, egy terepjáróval átment a garázsban a gazdi a teknősön, hát azt bizony ragaszgattuk, és drótozgattuk, de hála Istennek, az túlélt ezt a bevetést. Gyerek, gondolom, játszott a garázsban a teknőssel, apa megjött, ráállt a terepjáróval, és a teknős picit beszédhibás lett? Aha. Hát körülbelül, de már volt olyan, aki művese kezelésre akarta vinni a macskáját. Hollandiában van egyébként macskáknak, vagy kisállatoknak egy ilyen művese állomás, átlagosan 3 és 500 euró között van egy kezelés. Mondom, se kell, szegény macska nem érte meg, hogy eljusson oda, viszont egy alkalommal műkarmot rendeltünk egy kedves páciensünk macskájának, aki a bútorokat rendszeresen összekarmolta, és na, angolok persze minden hülyeséget kitalálnak. Ez úgy működik, hogy macska karmát rendesen le kell vágni, mint egy normális karomvágásnál, és egy ilyen műanyag kapszulát húznak rá, pillanatragasztóval, ezt kb. 6 hetente cserélik, és akkor ilyen kis gömbölyded karmai lesznek a macskának, és az antik bútorokat nem teszi tönkre. Ja, igaz, atya úristen. De mondjuk, igen, ott azért felmerül megint a kérdés, hogy akkor minek tartanak macskát, hát a macskának az életeleme például ez a... És van olyan, hogy valaki kioperál valamit a kutyából, macskából, és haza akarja vinni? Abszolút előfordult már olyan, hogy van, aki például a kutyának a heregolyóit akarta hazavinni a műtét után. Micsábbelőle, a kláncot nem kérdezted, hogy mit akar belőle csinálni? Hát gondoltam, hogy mondjuk fogakat azokat szoktunk néha egy szépen kifehérítve odaadni, és abból csinálnak nyakláncot, de mondjuk elég pervers dolog szerintem egy heréből nyakláncot csinálni, úgyhogy ezt végül is nem adtuk oda. De a legvagányabb eset az alapítványunknál volt, a Rex alapítványnál, ugyanis kaptam egy SMS-t egy alkalommal, pontosabban egy e-mailt, és az e-mailben az szerepelt, hogy egy osztrák hercegnő
vidéki birtokára, vidéki kastélyába szeretne egy magyar vizslát. Hát én gondoltam, hogy én meg visszaérök, hogy én is király vagyok, én meg egy új koronát szeretnék, de azért gondoltam, hogy ekkora hülye spam, hát azért válaszoltam, hogy jelenleg most vizslák nincsen, de majd, ha lesz, akkor szólok. Hát nagyon becsületesen visszajöttek, hogy köszönik szépen, várják a jelentkezést. És mit tesz itt, egy pár hét múlva pont befutott egy vizsla. Küldtem egy e-mailt, hogy a vizsla megérkezett, de sajnos nem tud németül. És akkor visszajöttek, hogy hát semmi baj, mert még 6 hét múlva tudnak csak jönni átvenni a vizslát, úgyhogy addig nyugodtan megtaníthatjuk ülni, állni, feküdni, szomorúan nézni, és németül is német vezényszavakra hallgatni. Kiképeztük a kutyát, de addig ezt az egészet hülyeségnek tartottuk, míg nem a Rolls Royce a megadott napon, a megadott órában befordult az újpesti Rex állatszigeten. A szemünknek mint egy látomás olyan volt, az egy üvegpesgőt behűtöttünk, és valóban kiszállt bele egy hercegnő, Wittgenstein hercegnő, és befogadta Attilát, legalábbis így nevezte el végül ezt a kutyust, külön kis lakosztálya lett a vidéki birtokon, kaptunk 100 euró adományt, a legnagyobb adományt az akkori időben, amit valaha is kaptunk, és rendszeresen kapunk azóta is fényképeket Attiláról, amint terpeszkedik az új kis birtokán, azt hiszem valami borzalmas szaporító helyről sikerült kimentenünk ezt a kutyust. Nem egészen érti, hogy miért kell minden beluga kaviár tenni, és Péter, nagyon köszi, vigyázz magadra, jó munkát! Sziasztok! Köszönjük, csáó, dr. Király Péter állatorvossal beszélgetünk. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nyilván mindenkivel megtörtént már az életében, hogy valamiről azt hitte, hogy... Ugye? És ez egy nagyon szerteágazó dolog lehet, mert innentől kezdve aztán mindenkinek az emlékezetére és a memóriájára bízzuk, hogy miről hitte azt, hogy. Azt hitte, hogy. Sanyi, átmegy! A mondat, amit elküldtök nekünk, az induljon úgy, hogy azt hittem, hogy. De azt hittem, hogy elbírom, azt hittem, hogy átférek, azt hittem, hogy meg tudom csinálni, azt hittem, hogy visszaadja a kölcsönt, azt hittem, hogy jó fej, azt hittem, hogy veszi a lapot. Azt hittem, hogy ehető. Azt hittem, hogy ehető, azt hittem, hogy iható, azt hittem, hogy kibírom, azt hittem, hogy megbírom inni. Ugye? Tehát ez az életünk egyik meghatározó mondata, mert nincs kamaszkor, nincs felnőtt lét, legalább egy ilyen azt hittem mondat nélkül. És velem történt meg, hogy például egy nagy csatára került sor, a surranó versus dupla rugós Slavia 630-as légpuska. És ott mit hittél? Vagy ők mit hittek? Vagy mi történt? Az illető, vagyis én azt hittem, hogy a surranó az megvédi a lábfejemet attól, hogyha hogy rálövök, hát 5 centiről rálövök a saját lábamra. Tényleg belelőttél a láb, de okos. Igen. A körmet fogta meg? Nem, a rüsztöm. És akkor jött a mondat. Jön, azt hittem. Éjva, amit... hittem, hogy megfogja. Ennek tényleg van húzás a papa. Mm. Azt hittem, hogy anyám valami új zselés sütit csinált, megkóstoltam a zselét, tapétázni akart. Azt hittem, az új biciklimmel vízesülően könnyebb farolni a hátsó kertben. Azt hittem, a hátsó féket húzom, de nem. Azt hittem, megúszom gipsz nélkül. Kis Pili küldte nekünk. Azt hittem, tudok helyesen írni, Gábor küldte nekünk helyesen, pontos éven. Azt hittem, hogy betiltják az Uber-t. Na jó, na. Légiforgalmi irányításban, ez igaz ez a történet, ha a gyakornok azt mondja, én azt hittem, akkor az oktató azonnal kijavítja, most tett hozzá, tisztelt bírónő, én azt hittem. Milyen durva, ja. Nem? Hogy ott azért résen kell lenni. Igen. Nagyobb a tét, amivel játszol. Meg tudok fordulni a villástargoncával. Igen. Annélkül, hogy elakadna a polcomba. Azt hittem, hogy kiúztam a konnektorból a PC-t, mielőtt belenyúltam a csavarhúzóval, de nem. De nem. De nem. Rozika küldte nekünk. Azt hittem, hogy át tudom ugrani a busz megállóban a korlátot. Négy műtétes dupla alkar, nyíltörés, arc és derékzúzódás. A csont átszúrta a szövet kabátot. Atya úristen, fú basszus. Hát ezek a mondatok. Azt hittem, hogy át tudom ugrani. Ugye? Na én pontosan ilyenekre gondoltam. Igen, és nyilvánvaló sokan látták is, mert olyankor akarsz ilyet csinálni, amikor van közönség. Uh-huh. Nyilván egy jó csajál a busz megállóban. Igen, lazán. Igen, csodálatos a következő mondat. Azt hittem, hogy egy gépfegyveres ember ül az ablakpárkányon éjjel. A függöny volt és az árnyéka. Felkaptam a hokedlit, felrántottam a függönyt, rommá törtem az ablakot. Kiderült, hogy még a muskátlinak is volt pici árnyéka. Azt hittem, hogy el tudom dobni az üvegdarabot az öcsém feje felett. A hátam mögött, mint egy ninja. De nem. A surikend, igen. Hát igen, azt hittem, hogy átférek a kiskapun biciklivel. Életemben nem zakoztam akkorát. Bence küldte
nekünk. Egy barátom beállt egy elszabadult 2 tonnás papírhenger elé a papírgyárban Balatonfűzfőn. Azt hitte, meg tudja állítani, hisz ez csak papír. Nem tudta. Akkor azért az így megindul. Gondolj azért az keseves csalódás. Srácok, hagyjátok. Majd én megállítom. Igen. Az ügyeletes sebész azt hitte Vagbél. Csaba írta, a vesekő volt. Már nyitjuk is. Már nyitjuk is. Kaptuk. Jó napot. Ha már itt van, forduljon meg, akkor kivesszük hátulra. De tényleg. Azt hittem, hogy a mélyhűtőben a vajkrémes dobozban a tavalyi diótorta krémje van. Defini megeszem, darált tepertő volt. Dia küldte nekünk. Ez a benéztem kategória. Igen, amikor már szinte érzed az ízét a szádon. Dió krém. És ropog alatt a tepertő. A szomszéd kisrác azt hitte, hogy átfér a feje a beton villanyoszlop kisjukán, át is vér, csak visszafelé akadt egy kis probléma. Ordította a feje, meg majdnem felrobbant, olyan vörös volt, Betty küldte nekünk. A párom azt hitte, vicces, ha elugrik a sötétben és megijeszt. Álkapos törés és monokli. 3-at vertem rá reflexből. Sose tudtam lemosni, hogy verem az asszony. Azt hittem, hogy ha higítás nélkül iszom piros abszintot, abból nem lehet baj. Ha át, abból sem. Abból még sosem volt. Igen. Azt hittem, le tudom győzni a félelmet a kígyókkal szemben. Siófokon a nyakamba raktak egyet. Úgy elájultam, hogy a fejemet 4 öltésre kellett összevallani. De szeretlek, igen, nem figyelj. Most legyőzöm. Azt hittem, szeptemberben megnősülök. Azt hittem, viccel a mennyasszonyom június végén, amikor azt mondja, hogy szakított velem. Azt hittem, viccel, amikor azt mondta, hogy esküvő lesz, csak már nem velem. Azt hittem, hogy rosszul látok szeptember közepén. A saját esküvőd napján hozzámegy egy másik csávóhoz. Mi? Atya úristen. Ez dráma. Igen. Azt hitték tiszta, a lányom volt, Miklós küldte nekünk. Milyen hát még a szerencsés. Milyen szerencse, igen. Azt hittem, ha egymásra rakok 3 széket, gond nélkül le tudom venni a függönyt. De szép mondat, de szép mondat. Akkor átzúgtam, hogy a gyerekeim csak némán álltak fölöttem, mert néhány percig meg se bírtam mozdulni. Azt hittem, hogy az elektromos helikopterem hátsó kis propellere nem csinál semmit, ha a húgom hajába tartom. Ezek fontos kísérletek. Igen, hajvágás lett a vége. Peti küldte nekünk. De szép, de szép. Na, hát ez az emberi kíváncsiság. Igen. Azt hittem, hogy a tepsiben még a sült hús zsírja van, és jól belenyaltam. A zsíroldó nem finom. Beli zsiráf küldte nekünk. Igen. Azt hittem, nincs kamera a klubban. Üdv, H. Árpád. Igen. Nagyon jó doba. Igen. Én ez fontos. Ez nagyon jó. Ide aztán még jönnek ilyen SMS-ek. Jó, azt hittem, hogy megvettem a TV2-t. Ja, igen. Persze. A leírás. Oh. Ez itt a Best of Morning Show. Egy szörnyű dolgot kell, hogy bevalljak nektek, erről akartam korán reggel beszélni, de nyilván ti tudtok ebben segíteni, 2 szóból áll, ez pedig úgy szól, hangyás vagyok. Oh! Atya, úristen! Egy szörnyű kalandban vagyok tegnap óta, és ezt meg kell, hogy osszam veletek. Sőt, mitől tanácsot kell, hogy tudtam, kérjen. De mit is jelent ez? Viszketek, hangyás vagyok. Ugye, aki családi házban lakik, vagy éppen nem családi házban, az tudja, hogy mi történik, amikor felbukkan egy hangya, és ez az egész történet milyen törzsfejlődésen megy keresztül. Ennek különböző fázisai vannak, én tegnap megpróbáltam magammal rögzíteni, hogy ma ezt jól tudjam elmondani. Meglátsz egy darab hangyát a lakásban, örülsz neki, megszeretgeted, odahívod a gyereket, mielőtt elmegy a hangya, így a poharat teszel rá, aláraksz egy kis papírt, és mutogatod a gyereknek a hangyát. Majd amikor elmondja a gyerek, hogy ettől nem fél, szeretni kipróbálni, ráteszed a kezére, futkározik rajta, nagyokat nevettek, jó, de jó, és zajlik a délután. Hogy csikisz, de aranyos, hol van, jaj, ott van, hú, de jó. Hangya eltűnik. Jó van, mondom, volt egy hangyánk, nem öltük meg, semmi baj. Így jár a vizet, Dani. Bemegyek. Úgy nem annyira folytó. Bemegyek a mosdóba, látom a csapon, 2 darab hangya kolbászol. Na-na, hop-hop. Nem volt már akkora az öröm, mint az elején, de mondom, milyen helyesek, hát ők itt ketten vannak, nincs ezzel baj, mondom, jó, gyere, Beni, nézd, mondom, 2 hangya. Gyerek, megint be, jó, de jó, vannak hangyáink. Ó, mondom, nagyon jó. Oké, nincs ezzel baj. Konyhapult. Megyek vízforraló, és eltelik egy óra, tudod, amikor még nem esik le, hogy mi történik, csak úgy szépen különböző stádiumokban szembesülsz azzal, hogy a természet utat tör magának, és megérkezik. Konyhapult, vízforraló, 4-5 hangya. Már nem vagy boldog. Már nem mondod, hogy gyere, Beni. Már nem szólsz a gyereknek, nem tudod, hogy egyenként agyon vágd el őket, és a kis tetemeket kirakd oda, hogy lássa a többi, hogy itt halállal jár. De nincsen baj, még a 4-et is megfogod, mintha ennek lenne bármi értelme. 4 pohár, 4 papír lesz, bárcsak 3-a vagytok. Megfogod, kicsit összenyomod, kirakod. Nincs ezzel baj. 10 perc múlva, és ebben most már tényleg semmi túlzás nincs. A vízforraló, cukor, só kirakva,
35 darab. De egy pillanat alatt a konyhapulton. Nem lehet, hogy 36 volt? Megszámolta 30-et. De igen, most lepörgettem újra. De hogy nem hiszed el? Mit csinálsz? 36 darab hangyával, semmit nem tudsz csinálni, nincs ott a hangyaírtó. Elkezded megnézni az útvonalat, hogy honnan jönnek, hová mennek. Fogtam a telefonomat, elemlámpa, rányom, és elemlámpával elkezdtem világítani az ösvényt, hogy merre mennek. Visszakövettem a hadi ösvényt, és megtaláltam a bejáratot. Találtak valami kicsi lyukat, és nyilván ők valahogy szag alapján azonnal megtudják, hogy mit kell ellepni. És láttad, hogy viszik a kocka cukor darabokat? Várjál, elvittek mindent. Vikit kérdezem, mit kell ilyenkor csinálni? Mondja a Viki, hogy só, attól félnek. Nagy baj nem lehet, fogom a sót, és szépen az útvonalakat szépen besózom. Várok 5 percet, visszamegyek. Azt látom, hogy röhögnek a pofámba, és viszik a sót. Viszik a darabokat. Mondom, ez nagyon jó. Hát ez fantasztikus ötlet volt, nincs ezzel baj. Mondja a Viki, oké, megnézem, fokhagyma. Mondom, most kaptok, rohadékok, ide idegeneknek tilos a bejárás. Fokhagyma, kicsi apró szeletekre. Beszórom szépen, megtalálom a végpontot, ahova érkeznek, hogy miért a vízforraló környékére mentek a konyhapultra, nem tudom, a szemetes például nem tálták meg, vagy a mosogatót. Berakom az elejére, apró kicsire összevágott fokhagyma. Mondom, Benni, nézd, nem sokára nem lesz itt egy hangya se. Elmegyek, teszek, ezek 10 perc múlva eszembe jut az invázió, végig mennek a kövön alul, visszamegyek, viszik a fokhagymát. Mintha a szemük se. Cipelik a fokhagymát. Mondom, miért nem rohadtok meg? Cipelik a fokhagymát. Benni persze baromi jól szórakozik, kergeti őket, nézi. Nézd apa ott is, nézd apa itt is. Tessék. Új barátok és még több. Új barátok, nem fél a hangyától. A mosdóban, a szekrénynél, alul, mindenhol. És egyszerűen már látod, tudod magad előtt, ahogy a következő pillanatban az egész lakás tele van. Én nem tudom, ők hogy kommunikálnak. Szagokkal, telepátiával, hogy honnan tudja egy, hogy kell szólni a többinek. Hogy lesz ott 3 percen belül 4000 darab hangya, azt nem tudod. Csíkot húz a hangya, nem? Szag alapján mennek. Igen. Ja, de én szagnyomot hagy. Nem, szagnyomot hagy egyébként. De Viki nem mondta, hogy a fokhagymát be kell dugni abban a részbe, ahol bejönnek a lakásba. Én azt hittem, hogy ezt csak így tudod, így beszórod, mondom, nézd, hogy szalad a gyáva, hogy fut. Egy perc alatt egy gramnyi só, és egy úgy vitték el a fokhagymát, mintha nem lennének szaglószer. Semmi bajuk nem volt a fokhagymával. Hívom a szomszédot, mondom, figyelj, van nálad hangyaírtó? Mondja, ha hülye vagy, kinél van? Van nátok ott hangya írtó? Nincs. Van? Nálam sincs. Nincs. De hangya sincs, ez minek legyen írtó. Hát nálad sem volt hangya, eddig nem volt írtó. Mondja, oké. Légfrissítő, adj neki. Igen, és előtte gyújtsd meg egy gyufát, és fújj át azon. Szaladgálok, megkeresem. Az összes lyukba, ahova lehet, az összes, az szegény, ott már sajnáltam őket, mert az a karmikus gyilkosság teteje, mikor befújod őket. Olyan szag volt a lakásba, befújtam, tehát amilyen rózsás légfrissítő. És mint amikor a gásprével, az elejétől a végéig, a bútort megfogja egyébként, a konyha bútort, a légfrissítő, nem fogja meg a fát, minden. Szétfújtam őket, most jelen pillanatban itt tartok, abban ott elpusztultak néhányan, tehát nem tett jót annyira. Most kíváncsiak, hogy mi van otthon. Hogy jönne a hogy most jönne a következő. Légfrissítő hogy laktok-e ott? Tessék? Hogy még laktok-e vagy már, vagy már átvették. Rohadt nagy hangyaboly lett az egész. Hát figyelj, más nem segíthet. Be kell kapcsolni a tévét és megkeresni a házi bulit Attilával. Vagy a fási. Az mindenkit kikészít. Hát vagy a másik variáció, hogy tényleg fel kell hívni egy nyíregyházi állatkertet és kérni egy hangyászt. De tényleg ilyenkor mit csinálsz? Kijön egy hangyaid, igen, kapsz egy hangyásűn. Vagy, tehát, hogy hova tűnnek ilyenkor egyáltalán, ha eltűnnek? Ők megérzik, hogy ott befújtak légfrissítővel, és elmennek? Mi történik? Már keresik a másik lukat. Így van. Vagy nagyon bejön nekik, és szólnak a többieknek, hogy mangós, gyertek ti is. Ők ebbe kicsit beleragadtak egyébként. Figyelj, az interneten nem hiszed el, hogy a só, a fokhagyma, a sütőpor, a szódabikarbona olyanokat írnak, hogy mivel lehet hangyát riogatni. Minden. Én nem tudom, hogy a szódabikarbonától egyébként miért félnek. A fokhagymát és a sót olyan vidáman hordták el, hallani nem akartak arról, hogy ettől meg kell ijedni. Vagy sok hangya, vagy egy hangyász. Választhatok. Marha nagy lenne, ott mászkál, igen, ott mászkál a lakásba. Benni is örül, mindenképp kinyújtanák kis 30 centis nyelvét, benyalna ide, kinyalna onnan. A citrom, mindent írnak, de tényleg, mindent. Jó, mi van még otthon, amit ki tudsz próbálni? Hogy mit tudok még? Igen, tehát a sütőpor, van szódabikarbon a sütőpor, minden van otthon. Hát akkor ez legyen küldetés. Ma szépen órákra beosztod magad, hogy hazaérsz. Őrség, hagyja őrséget. 11-kor sütőpor próba. Ha elviszik, akkor jöhet délben a mit tudom én, a citrom. Valószínűleg azért mentek a vízforraló környékére, mert hogy ott méz, meg ott tartunk egy csomó mindent, és ugye baromi jól. Az nekik csak jacuzzi. Tehát a mézes üvegen ott nagyon vidáman tanyáztak. És tudod, amikor így leköveted őket, és
kinyitod a spejzt, és látod, hogy jé, de minden. Már mennek a kenyére, már. Egyszerűen átveszik a hatalmat. És azt érzed, hogy a saját lakásod egy pillanatra vendég vagy. Megjöttek, arcod berögnek, akkor kinyitod a spejzautót, kicsit megmerevednek, rád néznek, és utána teszik tovább a dolgukat, adják a morzsákat, viszik, szállítják, nem érdekli őket. És elhordják a vagyont. A következő a tévétek lesz, nagyon vigyázz. Tényleg, mi lesz, hogy az egyik beül a garázsba, beszáll a kocsiba, és kiáll vele. Érted? Mit kell még eltűrnöm? És akkor szólok az utcának, hogy nálam hangya van, és akkor kiírtják az egész utcát, vagy mi történik? Vagy csak kijön egy hangyaírtó, befújja és elmegy? Ne, szerintem ez szól nekik, legyen meglepetés. Vagy vigyél átva. Megtalálom a poét, és átteszem a szomszédhoz. Most ezen dolgozom, hogy a forrást akarom megtalálni, és az egész kupacot kiásni, és áttenni hozzá, mert ő most egy hétre elutazom. Ha egy talicska cukrot áttolsz mondjuk a szomszéd, hogy átdobálsz. Azt akarom. Akkor... Csak oda akarom csalni őket, mert egy csomó minden nem beszél. A bojtól elindulsz, és így szépen szórod le a cukrot, át a szomszédba, és akkor elmennek. Oda-oda egy kilót leteszel. Ja, de nem jó, mert hozzád fogják visszahordani. Nem jó. A boj átültetés a jó. Meg kell találni, igen, a bojt. És át kell tenni az egészet. Volt olyan, hogy te gyerekkorodban vidéken kiástál egy vörös hangyabolyt, és dobálóztatok meg? Volt, hogy az egyik orrunkat így befogtuk, a másikba tettünk egy szívószálat, és azt bedugtuk a hangyabolyba, és így fölszívtuk őket. Az ennél sokkal jobb, hogy mind a két orrlókatba teszel egy szívószálat, az egyik ebben mennek, a másikon kijönnek. Igen, nagyon jó. Van, amikor viszonylag sokáig tart, mert elkalandoznak be. A légüres térben. Gondoltam tényleg, hogy csinálok egy olyat, hogy légfrissítő, öngyújtó, tudod, és akkor ott végig, de nem akartam, én nem akartam ölni, tehát még... Meg a lakás fölgyújtani azért. Az meg a másik. Meg képeket adni Beninek, hogy mi múlassa az időt, amikor nem vagy otthon. Apa! Ez nagyon jó bulatság. Apa, éljenest megint! Kis íze, piros szalagot fölkötöd a fejedre, ez az én van. Igen, és azonnal végigmegyek. De szemtelenek, tényleg. Mi van, ha azt csinálom, hogy a lakás előtt, igen, a bejáratnál sátoroztok le, és nem mentek be többet. Kiköltözünk. Nem, ha lakás előtt egy elterelő hadművelettel megpróbálom őket máshova csalni. Amit te is mondasz. Aha. Tehát veszek egy doboz, mit tudom én, babapiskót, tehát egy kiló kenyeret, és a küszöbtől elindulva kifelé átcsalom őket a szomszédhoz. Össze lehet őket zavarni? Össze vagy lehet, tehát vagy a mézes kalács darabokat szórok le nekik, hogy a másik irányba menjenek. Kirakok egy táblát, szomszéd arra, ott kánoám a gyerekek, tessék arra menni. És nyitok egy alagutat nekik a kerítés. Tudod te biztosan, hogy mit szeret a hangya 100%-ra? A légfrissítővel bajok voltak, utána tehát egy kicsit megritkult a sereg. Tehát úgy érzem, most egy csatát megnyertem. Jó, de ott kezdődik, hogy mit szorsz le a szomszédig. Hát mit zavár egy szeret? Minden olyan sokat. Hangyatojások. A hangyát, igazából csak a hangyatojás érdekli meg a bojnak a sorsa. Honnan ismerem én meg a hangyatojást? Nem, sose láttam. Hogy néz ki egy hangyatojás? Kicsi tojás, és ha feltöröd, akkor... Olyan, mint a főtrizs. Nagyon hasonlít a főtrizsre. Igen? Aha. Fehér, puha. És mi van akkor, ha eunukokat csinálok belőle? Picit savanykásabb az íze, kóstolna. Mi van akkor, ha ott bent a bolyba valahogy kasztráltatom őket, hogy nem bántom őket, csak meggátolom a szaporodást. Hogy képzeled el? Tessék? Hogy így kikötöd így a kis lábaikat, és vagy sebészeti lézerrel eltávolítod a heréjét. Igen, és mindegyik hangyát picit megkasztrálom. És onnan villant egy vakum, mondom, úristen, mert tényleg rosszul látok. És onnantól kezdve mindegyik hangyát kasztrálom. Azt mondom, velem lehet szórakozni, de soha többet nem szaporodtok. De a tojás, a királynő. Ott van egy királynő valahol? Há, így van. Azt hogy kell megtalálnom? A házad alatt. Hívj fel a Fási Ádámot, ő szerintem egy párszor elkapta a királynő. Szia Ádám, ne haragudj, csak tudom, hogy te jó vagy királynő keresésben. Rohadt sok hangya van a házam. Eljönném megtalálni a királynőt, mert a Jani azt mondta, hogy a királynő megvan, akkor megvan mi. Mit szólna? Biztos elküldene a felé. Te vagy a legnagyobb királynő vadászára. Értelmes szót. Mondjuk ez is igaz, összefüggő mondatokat keveset a... És ha királynőt költözteted, akkor költözik az egész boly. Tehát nem kell neked a bolya, a királynőt szedd elő a bolyból, azt vidd át a szomszédba. Igen, azt kell megtenem. Igen. Van még más kérdésem is. Honnan tudom, hogy melyik a barátságos hangya, melyik a vérhangya? Hm. Melyik, ami csíp, melyik, ami nem csíp? Érted, rátettem a gyerekre egy 10-15-öt, ott szaladgáltak rajta, nagyokat nevetett. Honnan tudom, hogy nem valami afrikai faj telepedett oda? Érted, te megismered a hangyákat? Te tudod, hogy ez a vérhangya, ez a vörös hangya, ez a csíp. Mondjuk te biztos, nem fel? Nem, mi vidéken egészen jól állunk. Ti ott vidéken volt ilyen hangya határozottok, hogy kimentetek a mezőre, és akkor ott valaki elmagyarázta, hogy melyik hangya milyen? Nem kell, volt hangya határozó. Szájról száj, az anya csecsből szívtuk a hangyákkal a tudást magunkba. Igen? Igen. Amelyik például... Tehát nem volt, hogy a mező hangyabolyba feküdtetek, és akkor aki előbb felállt, az vesztett? De ez egy nagyon ősi népi játék, Kígyosan és környékén, de úgy a legjobb, hogy ahogy letolt nadrággal bele a hangyabolyba beleülsz.
tudod, és az az igazán. Aki, de aki előbb föláll, jó helyre teszed, és ráhúzod a bőr. Mit akar, ad egy hangja hangot? Vagy egy csip-csip-csip-csip, és akkor elcsalom őket? Vagy a királynő ad hangot? El tudom én őket csalni, mintha én eljátszanám a királynőt? Hogy játszasz királynőt? Hát, amit csinál a királynő. Ja, hát a Gyula tudna akkor szerezni olyan műszert, ami hallja a hangja hangot is, tehát hogy ezt meg lehet vele beszélni, de szerintem meg kell keresned a természetes ellenségét, és azokkal betelepíteni. Ebben az a veszély van meg, hogy adott esetben azoknak a természetes ellenségét is majd meg kell keresned, akiknek a természetes ellenségét megkeresed. Igen, és egy komplet állatkertet kell berakni. A hangyát kinyíri a vakon, tehát a vakondot Tesz, na, nem, hát az nem nyírja? Húha! Szerintem ki nyírja. Ha vakond is megjelenik, akkor már tényleg akkor ne. Írjátok be, hogy déli fekvésű. De várj, a hangyát, jó, amit a Feri mond, a hangyát kinyírja a vakond. Betelepítek vakondot. A vakondot megtalálja a gólya? Gólya rámegy a vakondra? A vakondot kinyíri a közművesítés. Valaki csak megeszik egy vakondot, nem mondjátok, hogy a vakond csúcsragadozó. A kutya. A kutya. Nem eszik? Hát egy jó vakond, okos kutya. Semmilyen állat nem eszik vakond, hát akkor a vakond csúcsragadozó. Valami kotorékebet kell keresned, aki meg tudja keresni a vakondot. A kotorékebet viszont mi eszi meg? Hát azt inkább semmi, az állatok nem annyira örülnek neki. Annak nem mondjuk a vaddisznó, igen, de a vaddisznó meg majd összetúrja a kertet. Hát meg aztán besétál valami vadász és elkezd lövöldözni a kertben. Itt láttuk a vaddisznót, erre elkezdett lövöldözni. Jó, egy utolsó kérdés. Hogy néz ki a királynő? Én ma hazamegyek megtalálni. Mit keresek? Korona van a fején. Furán áll rajta, a korona igazgatja össze-vissza. És ott áll mellette Fási Ádám? Így van, és valaki szembe vele egy asztalnál kacsingat. Egy izzadó zsűri nagyon kacsingat, törölgeti a homlokát, és igen, és nagyon duci. Azt írják mi a hallgatók is, hogy fáraó hangyád van. A fáraó hangyám van. A fáraó hangyja. Mi? Hát akkor valahol vannak piramisok a föld alatt. Ott kell lenniük valahol a közelben. Én megkeresném a szarkofágot, megkeresném a belső sírkamrát. Nem akarok sírabló lenni. Így van, csak valaki hozzá nekem a királynőt. Nagyobb, testesebb, és igen, parancsokat osztogat, innen veszem észre? Nagyobb, így van. Igen? Nagyobb. Fekszik, alszik, mit csinál? Na, ne, hát bármerre megy, mindig ilyen sűrűk rajokban követik a hímhanyák, és szagolgatják a sejhaját. Innen ezt mondjuk megismerem. Ezt mondjuk megismerem. Elveszem onnan, és beülök én a helyére. Holnap, ha nem jövök, a föld alatt vagyok. Meg kell találnod a királynőt, így van, és át kell vinni Török Bálint. A hajduhoz? Nagy kaland ez, higgyetek el. Most nem tudom, mi van. Két dolog lehetséges. Vagy bosszút állnak, és az egész lakást ellepik, vagy a légfrissítőt nem szeretik annyira, és rájöttek, hogy ezzel az emberrel nem szabad szórakozni, és átmentek a szomszédhoz. Hát, vagy fel vagyok rá készülve, tessék? Minden sarkon. Nem, csak azt a nyomvonalat, ahol folytál már. Csak bejöttek másik sarkon, nyugodj le. Tehát hazamész, és ott nézik a tévédet, a chipset zacskóból dobálják szét a chipset, már igen, ők élnek a kettő házadban. Felvette a ruhámat, egy játszik a gitáron, és igen, egy meg befeküdt a Benny ágyába. Hát meg félned kell egy picit szerintem a genetikai mutációktól. Mert hogy lehet, hogy immunissá válnak. Az egy, kette, hárman belepusztulnak a mangós légfrissítőbe, de utána a következő... Ebből eszem, pisztáciás volt, na, hogy nem tudom. Úristen, milyen szag lehet már abban a lakázban. De tudom, hogy lehet, hogy a következő generáció már fel lesz vérteződve. Ugye az SMS-ekből is kiderült, tehát nincs ember, aki még ne harcolt volna velük. De ez egy harc. Ugye? Egy sokáig tartó, lehet, hogy soha el nem múló, csak éppen az adott pillanatban csatát nyerő harc. Mindenki de tudja a tutit. Nincs vége. Mindenki tudja nagyjából a tutit, mert hogy van, hogy ez a harc néha mondjuk egy ilyen tűzszünetbe torkolik, és annak mondjuk az az oka, hogy felhasználtak különböző eszközöket. Ezt meg is írják a kedves hallgatók, és nekem vannak köztük olyanok, amik nagyon-nagyon szimpatikusak, például tudnám ajánlani, és ezt szerintem mindenképpen próbált ki, hogy ecetet locsol szét a lakát. Az nagyon szép, hogy minden szinten kellen, és lehetőleg a padlószőnyegre. A csak oda. De mi van, ha csak oda öntöm? És akkor azonnal az jobban beszél, mert a körrel ugye elviszed, fölmosod. De 12%-os. Hallanám valami durvább. 20-assal? Igazi jó kis háztartási érzés. Most egyébként 875-623 a sütőpor szódabikorbóna. Igen, őrületes harc. Igen, és egymást is okítják a hallgatók, hogy mit nekünk sütőpor, meg mit nekünk szódabikorbóna. Ecet, szegfűszeg, babérlev, minden van. De mi van, ha például sütőpor kevers szódabikarbónával. Egy kis babérlevéllel, fokhagymával. Megöntözöd egy kis ecettel. Ahogy tegnap vitték a sót, és ahogy vitték tegnap a fokhagymát, az arcba röhögés magas iskolája volt. Só, és sétál is. És láttam, hogy rám néz, és az arcomba röhög. Érted? Velem szórakozol, kisfiú. Kolbászt, nekem mondod. Krumplit nem vitték, mert akkor paprikás krumplit csináltak lehet, valahol. Lehet, hogy valami nagyon nagy buli volt a barlangban. Egy-két SMS csak, hogy melyik hallgatunk, hogyan és miképpen küzdött hangyákkal. Készülj fel, mire hazérsz, háromszor annyi hangy
kalandjád lesz, ugyanis ilyenkor megérkeznek a rokonok a tegnapi áldozatok temetésére. Írja valaki. Tényleg a virrasztásra jönnek. Hangyák ellen őrölt fahéj óvodába bevált, ír egy másik hallgató. Macskát kell szerezni, a macska állítólag levadászta őket. A macska eszik hangyát, Jani, neked van macskád? Hát, ahogy hallodnak, teheteti magát, előbb-utóbb megjelennek sokan, akkor meghempergőzik, és ez a lanya, az nagyon nyomja őket. Hát egy másik, a másik, ami komoly, kívott sörös üveg az útvonalra. Állítólag nagyon jól működik. Ez nagyon jó. De hogy Feri, volt olyan, hogy esetleg gyerekkorotokban? Nem, mi azt vakond ellen használtuk. De, lenyomtátok a földet. És beszorult a keze. Amikor benyújt a maradék sörét. A hangyák hamarosan kapcsolatba lépnek a csótányokkal, és leigáznak titeket, írja egy hallgató. Amúgy a stúdióba is körülnéznek. Feri, Jani, nem viszkedtek? Kérdezi Adi. Nincs. Nem volt, hogy Jani, beszéltem, és az orromból kimászott egy hangya. Még ilyet nem láttál, ugye? Tehát de látta, nem csak nem akart nem, szólni. Nem, csiga volt. Egy rohadt egy csigát láttam kimászni az orromból. Aztán vettél egy nagy levegőt, és visszaszaladt. Jó, hát mindenkinek vannak kis házi állatai, amiket nevelgetnek, hát most mit csinálj? Igen. Kérj Janitól kávézacot, az jó ellenük, írja Kubu. Uh-huh. Majd ha lefőztem, legalább háromszor, négy. Akkor igen. Gázperzselő, azt nem bírják. Egyébként azt gondolom, talán kicsit drasztikus, de hogyha már nincsen, és végig fújjad őket. Kicsit az a fal, jó. Kicsit a és kül. Azt tudok is neked adni, mert mi vidéken tudod, de ez nálunk arra való, hogy egyrészt disznó perzselj, másrészt meg kristalját azzal melegítjük. Egy jó propán butánpalaszra ráközve, belerakod a Benének az egyik kis traktorába, vagy dömperébe, oda hátra, mész a lakásban, és körbe, és mindent lenyomad. És olyan leszek, mint Vázquez a bolygó neve halálban, amikor kiabál neked, hogy írtsuk ki őket, Vázquez, és a Beni is kap egy kis gáz perzselőt, nem? És megyünk kente, fölrakjuk a szemüveget, ő is felrakja, adjunk neki család. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Nem vagyunk templomba járók, de biztos ti is hallottatok arról a papról. Egy magyar papról van szó, és egészen átformáltam egyébként az Isten tiszteletet, a misét, mert hogy... Hát volt olyan bátor, hogy belevette a Star Wars-t magába a misébe, és ő a Star Wars-szal, a fénykarddal, az erő ébredésével akartam. Hát nem azt mondom, hogy tanítani a tanítványait, vagy szórni az igét, de egyfajta újítást bevezetni a miség területén. Igen, elmondani ugyanazt csak máshogy. Egy tényleg egy magyar papról van szó, aki azt mondta, hogy ő hisz a Star Wars őrületben, és szeretné valahogy új formában átadni az igét az Isten tiszteletre járóknak. És állítólag baromi népszerű, nagyon-nagyon sokan szeretik, ez egy sima átlagos katolikus Isten tisztelet, amit ugye úgy kezdett, mármint a prédikációt, hogy megihletett engem az erő ébredése. Szenzációs. Elolvastam ezt a cikket, hát egész egyszerűen szenzációsnak tűnik. Tudod, aki hozzászokott már a standardekhez. Igen. Utána egyébként idézett a Csillagok háborúja a filmekből, és belefűzte azt, hogy megnézte az új Star Wars, majd egy kellő pillanatban elkezdett lézerkardozni. Igen. És néhány gondolat elejéig kitért még a Star Trekre, illetve a Babylon Fire-ra is. Igen. A minisztránsok hozták a füstölőt, a pap elővett egy ilyen prezentációs használható ilyen kis lézer pöttyöt, amivel ugye megvilágított a táblát éppen ott, ahol tartasz, vagy amiről beszélsz, és hát a tömjénen keresztül megmutatta a lézersugarat, hogy lehet ezzel lézer kardozni. És ami hát ilyen istentiszteletre el kell menni, nem? Zseniális. Hogy még gyerekek, arra is vigyázott az emberünk, mert ebből az átlag ilyen lézervetítő az a piros színű, és a piros a gonosz színe volt. A érted? Ugye? A sziteké volt, és ő miért szerzett zöld színe? Zöldet neki szerzett. Zöld lézerkardja volt. Ez nagyon szép. Stílus helyen. Igen. Na most azért azon elgondolkoztam, hogy mi van olyankor, amikor te nem érted, mert mondjuk nem láttad, hát itt vannak nyilván idősebb Isten tiszteletre járók is, hogy ők ezt így hogy vehették vajon? Mit szólhattak, amikor hirtelen Gábor pap elkezdett kardozni? Vagy elkezdett az erőébredéséről beszélni? Ez is a gonosz, mint az előző is, az is. Megszállta az ördög, mondták a 70 pluszos hallgatók. Tehát van, aki elment erről az istentiszteletről, vagy mindenki szájtát, ha nézte? Állítólag egy ember állt fel, aki ott hagyta azt az istentiszteletet, a többiek viszont nagyon imádták a lézer bemutatót. Igen, mert csillagkapus volt.
Felállt és kikérde magát. Igen, maga a csillagok háborúja nagyon illik. Hát ott megvan minden, ami megvan mondjuk a Bibliában is, nem? Tehát megvan a jó, megvan a rossz, megvan a természet feletti, megvan az erő, a jó győzedelmeskedés, a rossz felett. Hát mi minden, ami erről szól. Hát Lukács is nagyon sokat merített. Tulajdonképpen sok mindenből, többek között ugye a Bibliából is. Tehát a kettő kapcsolódik azért, vagy lehet találni találkozási pontokat? Egyértelműen. És az hogy tényleg ilyen formabontó módon próbáljunk átadni ugyanezeket a dolgokat, amiket előtte több száz éven keresztül már, ugye, valljuk be őszintén egy picit azért unalmas módon tettek az elődei. Én annak idején áldoztam, bérmáltam, első áldozó voltam, stb. Én elég sokat jártam templomba. És megmondom őszintén, hogy azért volt egy pár olyan alkalom, kb. 30-40 mise, amiben úgy belaludtam a felén. Igen, mert hogy megszokod ezeket a sztereotípeket, megszokod a sztendereket, mindig ugyanazt mondja, hát szinte, mindig ugyanúgy. És tudod, az egész kezdődik. Nagyon variálni, nehéz is azért. Igen, de lehet azért izgalmasabban. Persze, unalmas. És nem vágtál senkinek a kezét, meg nem volt sem, nem volt ilyen, hogy az első minisztráns fiúnak megjelent. Parázdálkodtam! És azt mondta az atya a fiúnak, én vagyok az apám. Na, itt van velünk Gábor pap a vonalban. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánunk. Na, mik a visszajelzések a misével kapcsolatban, vagy a miséről? Hát mondjuk meglepően pozitív hatása lett. Nem volt olyan, vagy én nem találkoztam olyan időssel sem, aki nagyon meg lett volna botránkozva. Lehet, hogy van olyan, de szerintem gondolom, hogy most nem hallgatja úgyse ezt az adást. De ettől függetlenül, tehát nem a botránkoztatásra ment ki az egész, meg nem az extrára, hanem pusztán csak a modernkori eszközöket vezettem be, hogy szemléltessem azt az evangéliumi szakaszt, amiről szó volt, hogy a láthatatlan láthatóvá válik, hogy a láthatatlan Isten látható emberként jelent meg köztünk, és hogy mi emberek képesek vagyunk az Isten fényességéből valamit tükrözni. Tehát mi ilyen, mondjuk úgy, törőközeg vagyunk, akik képesek vagyunk visszatükrözni azt a fényt, amivel megvilágít bennünket az Isten. Volt egy ilyen mondat, hogy az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. És én ezt szemléltettem. Úgyhogy a tömén részecskék, ugye, azok az emberek, a lézersugár az a Istennek a fényessége, és hogy hogyan törjük meg. Csak hát sikerült úgy látszik megtalálni a megfelelő hordozóanyagot az üzenet átvitelére. De ezt kipróbáltad otthon? Tehát eljátszottad ezt, hogy néz az majd ki az, hogy kicsit belegyezed a töménnel, megvilágítod egy zöld kis lézeres kivetítővel, és az valóban fénykar, de vagy ott ezt improvizáltad? Nem, hát én ugye érettségiztem, tanultam fizikát, és ott ezt mi végre is hajtottuk ezt a kísérletet. Szerintem egyébként bejönnének a fizika órák is, hogyha hasonló módszereket alkalmaznának. Szóval így gimibe is azt is élvezetessé lehet tenni. A papi körökből kaptál visszajelzést? Felszólító levelet? Azonnal hagyja. Miféle istenkáromlás történt ezen a misér? Azonnal hagyd abba oda, és térj. Oda csörgött Erdő Péter, és az egy Gábor, majd gyere már be hozzá meg. Nyomálj. Egy kicsit elbeszélgetése volt? Bármilyen visszajelzés? Nem, tehát nem nagyon érkezte. Aki látta, az gratulált, de egyébként elmarasztalást nem kaptam, de hát miért is kaptam volna, amikor igazából én semmi más nem mondtam, mint az evangélium, csak megfelelő szemléltető eszközt használtam. Tehát, mi abszolút veled vagyunk, abszolút. Én például megtanítatnám a kántorral a főcím zenéjét, a Star Warsnak orgonán. A fő témát, arra jönnél be. Persze, akkor már trombita meg üzdob is kéne, tehát ez nem elég. Meg lehetne nyitni más irányokba is, be lehetne hozni a gyűrűk urát is, Sauron szeme mindent lát, ott van az élet minden terület, hogy megkísértsen minket, de... Egyébként ezek a modernkori mítoszok, ezek azért olyan népszerűek, mert valahol az alapüzenet az bele van írva a szívünkbe. Tehát, hogyha léteznek ezek a mostani mítoszok, kipattantak valakinek a fejéből, és sok ember elmegy megnézni, az szerintem azért van, mert itt valami interferencia van. Tehát, hogy az ember szívében bele van írva ez az üzenet, hogy létezik a jó, létezik az abszolút jóság, és hogy a jó legyőzhetetlen, tehát, hogy a sötétség nem győzte le a világosságot. Nem csak azért, mert szeretik 3D-ben nézni az űrcsatákat?
Még 3D-ben nem néztem meg, de... De láttad egyébként? Megnézted? Megnézted? Láttam, persze. Tetszett? Igen, nekem tetszett. Mondjuk én a Jedi visszatért láttam először gyerekkoromban, 84-ben a Csillagmoziba, hogy apukám elvitt, hogy ugye anyu tudjon otthon tanulni, akkor már hárman voltunk gyerekek, és nekem az volt az új részben, az volt a nagy szám, ugye nem a mondani való, mert az gyakorlatilag ugyanaz, mint a Csillagok háborúja, tehát az ugyanaz. Egy ezekben ugyanazt csinálták meg, igen. Igen, viszont az, hogy azok a szereplők, akik fiatalok voltak, amikor gyerek voltam, és most megint megnéztem, és valamilyen nosztalgikus hangulat lett rajtam, úgy, szóval nekem ez nagyon tetszett. Ó, hát figyelj, nálam persze, a fél mozi besírt, mikor megjelent a Han Solo, tapsoltak, mikor megjelent Leia, a Luke-nál mindenki bekönnyezett, pedig Luke csak egyet nézett, tehát sok dolga nem volt a szöveg összeolvasáson, ugye, de hát ahogy ő azt ott meg, mi pillantotta a végén, zseniális volt. Ki a kedvenc karaktered? Hát igazából... Vagy ki volt gyerekkorodban? Gyerekkoromban a Luke volt. Luke? Hát igen, jó. Igen. Hát nyilván, hát azért volt az őrlézer is. Már meglepődünk volna, bedobsz egy Boba Fettet. Nem el vagy. Igen. Lesz folytatás egyébként? Hát én mindig igyekszem szemléltetni, tehát mikor mit sikerül találni, de hogyha találok valami szemléletes párhuzamot, azt bele szoktam vinni a misébe. Ugye a mise rendjét nem változtattam meg, meg nem is alapítottam meg a Csedi Egyházat, mert láttam, hogy van ilyen, nézegettem a bejegyzéseket, hogy miért Star Wars mise címet kapta ez az egész, és nyilván mert figyelem felkeltő, de semmiképp nem azért, mert hogy én ehhez a... Tehát ezt szeretnék elhatárolódni, azért nem vagyok olyan, tehát hogy ilyen Star Wars-os Jedi lovag meg ilyenek, hanem én egy katolikus pap vagyok, csak szeretek szemléltetni, és mindenkit szeretettel várok természetesen. Hát a fiatalok is jobban beülnek misére, így, nem? Egészen biztos, hogy jobban eljut hozzá az üzenet. Persze. Érthetőbb. Egyébként ez egy ifi mise volt, tehát ez főleg fiataloknak szólt, azért is használtam ezt a hasonlatot. Van többféle korosztálynak is, tehát hogy mondjuk nem a mise szerkezetét változtatjuk ilyenkor, hanem inkább a mondani valót úgy fogalmazzuk meg. Tehát van a reggeli 9-es, az gyerekmise, akkor is viszek mindig valami szemléltető anyagot, csak akkor még ez a lézeres nem jutott eszembe, mert különben is ez 12 év fölött van. Persze, világos karikásság. Van a korhatárnál a 6 pluszos 12-es, 16-os, 18-es. Ez nagyon, nagyon sehéz. A pluszosoknak miből idézel? Hajmási Péter és Pál apostolok elmentek a Korintuszra. Nem, hát azért nagyjából ők is szokták venni azt, amit a fiataloknak mondok. És nem is mondtad az elő, hogy nem is ment ki senki, tehát nem állt föl senki, hogy ez Isten káromlás, keresztet vetett és kiment. Hát kiment, azt olvastam én is a cikkben, hogy kiment, meg én láttam is, hogy kiment az illető, de hát mi Jézus is, amikor beszélt, akkor egy csomóan ott hagyták. Hát vagy Star Trek rajongó volt, nem lehet tudni. Hát vagy birodalom szimpatizál. Igen, a birodalmiakkal szimpatizál, igen. Nem, esetleg félreértette, lehet, hogy azt hitte, hogy én ilyen Jedi egyház felé mozdulok el, de nem. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Szívesen. Csak így tovább, így van. Napot. Az erő legyen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hello, ciao. Hello, sziasztok. Köszönjük szépen. Gábor atyám, ezt kell mondani, a Gábor atya. Gábor atya. Köszönjük szépen. Imádom, gyerekek, ez helyes. Nagyon jó, így kell csinálni, modernizálni kell, nem? Így átadod van. Az üzenetet, ugyanazt, amit évezredeken keresztül, Anya Szent Egyház, átadod, de... Picit lehet változtatni, hogy tudjanak vele azonosulni. Lézerkard. És de most kis padavánok, nyissátok ki a Zsoltárok könyvét. Ez itt a Best of Morning Show. Jó reggelt, tisztem vagytok, srácok. Jó reggelt, jó a sírót. Köszönöm szépen. Jó hajad. Ez az oldala. Igen. Fordd meg. Ez tényleg jó ez a síró. Na, mit hoztál nekünk? Na hát, srácok, az elmúlt hetem az a spiritualitás jegyében telt. Ezért van rajta piros karkötő? Annak is van egy történet. Igen? Na látom, hogy azt is kiszúrtam, hogy az új. Mi, ha piros a karkötő, valaki ne szórakozzatok már, hogy attól spirituális az lesz. Akkor az, nem tudom, csak észrevettem, hogy eddig ez nem volt rajta. Ja. Feri, ez engem... Azt hiszem, hogy kapod egy beavatást, hogy itt jársz egy
beavatás. Ez többen vagytok egy ilyen beavatás? Hogy találkozott egy lámával a kis alacsimogat. Elárulom előjáróban, hogy ezt a karkötőt a román papok szentelték meg, és ez megóv engem a rontásoktól. És a medvétől. A román papoktól, a medvétől. A mirótól a része. A déltől, a hidegtől, illetve az irigyektől. És ez honnan szentelt? Na mindjárt mondom, valahogy szépen sorjában. Tehát, arról van szó, azért elmentem egyrészt egy halottlátóhoz, és kijött hozzám a mi lakásunkba egy szellemírtó. Ez beszélt az öreg bácsiról, aki ott lakik nálatok. Igen, meg kíváncsi voltam rá, hogy Józsi bácsi nálunk van-e még. Már nincsen. De... Nincs, viszont Erzsi néni beköltözött. Viszont van egy Gézánk. Tehát arról van szó, hogy az unoka testvérem járt egy spiritisztánál, és ott ilyen nagyon furcsa dolgok jöttek ki. Állandóan édesapám jött be a képbe. Édesapám 2012-ben meghalt, és ezen a szeánszon az unoka testvéremnek azt üzente, hogy probléma van az ő lelkével, nem tud feljebb, magasabb szintekre emelkedni, mert hogy van itt még valaki, aki nem engedte el, és ez valaki, ez azért egy... Nem, én, ez az egyik rokonom, a testvérem. És én ennek a végére szerettem volna járni. És emlékeztek arra az ember, az Antalra, aki egyszer itt volt bent a háromlábú asztalkával? Nagyon dolgot csinálta Janival. Igen. Le kellett menned valami pincébe, és... Igen, és papa itt vagy, papa itt vagy, valami ilyen emlékszem, igen. Kemény, egyébként elkemény volt, azért az megdöbbentő volt. Jó, de sírtuk a röhögéstől, tehát hogy az... Hát sírtuk a röhögéstől, de arra emlékszem, hogy arról készült videófelvétel, és utána kérdezte tőled a Laci, hogy fölteheti-e, és azt mondtad, hogy nem. És ennek szerintem oka volt. Igen, oka volt, de... Például az, hogy Balázs leesett a székről, és a annyira intim, meg annyira mindenkinek bensőséges, hogy ez az nagy hiba volt az a rádió műsorban tenni. Valakinek valakit megidézni és beszélgetni vele, hát ez nem való. Tehát ez nem szabad. Papa, hol vagy? Hát de miért nem szabad? Mert van benne, megérinthet érzelmileg, hallhatsz olyat, mondhat olyat, ha sikerül a dolog, ne hiszel benne, nem hiszel benne. Nagyon bizarról. Ezt meg akarod mutatni egy tévében, rádióban kicsit hülyét is csinálsz abból, aki esetleg csinálja, és mondjuk valójában ért hozzá, tehát ez nem tud jól kijönni. Nem tud igazán jól sikerülni. Na szóval ez az a férfi, aki ugye a háromlábú asztalkával azon keresztül veszi fel a kapcsolatot a szellemekkel. És hát én kíváncsi voltam rá, hogy nekem egyébként hogy működne. Mondta a férfi, hogy jó lenne, ha ketten tudnánk jönni, mert hogy két embernek az energiája szükségeltetik ahhoz, hogy ez a kis asztalka megmozduljon. Meg 2500 az 10000, ugye tudjuk, hogy azért ötöcske, egyből tizecske. A számla is kell plusz 27. Én mondtam, hogy nem tudok még egy embert hozni. Mondta, hogy nem baj, majd megpróbáljuk egyedül. És hát 20 percen keresztül hívtuk aput. Na, amikor először megmozdult, azért ott egy picit úgy megállt bennem az ütő. Tehát ugye az a lényeg, hogy fel kell tenni arra a kis asztalkára a kezedet, és akkor ez elvileg jelez neked. De hogy annyira konkrétan tud jelezni, hogy ha igennel válaszol, akkor kört rajzol, ha nemmel, akkor háromszöget, sőt, hogyha annyira itt van még a környéken, akkor akár paralelepipedont. Azt is. Akár szavakat is le tud írni. És hát lényeg az, hogy egyszer csak így elindult fölfelém ez a kis asztalka. De mindig csak felém mozgott. És amikor először így megmozdult, és én így kiakadtak a szemeim, akkor megszólalt a kustrica. A pasi bekapcsolva hagyta a telefonját. Tehát azt gondolom, hogy vannak pillanatok, mint amikor egy pszichológiai ülésen is a pszichológus kikapcsolja a telefonját, mert olyan dolgok hangozhatnak el, aminek megtöri a varázsát az, hogyha megszólal benne a telefon. Na hát a döntő pillanatban megszólalt. Emberünknek megszólalt a telefon. Megszólalt a telefon. Nem, hogy megszólalt, de fel is vette. Háló, mondja csak, tökig van az anyag. Nem, Margitka, nem. Jó lesz a dagadó is. Igen. Jó. Valami hasonló volt. Még fel, ez menj el a csizmát hozni. Még olyan, kb. Másfél órát voltam nála, ez alatt a másfél óra alatt még úgy négyszer telefonált, rágyújtott, beszélgetett, miközben én egyébként a halott apámmal beszélgettem, aki aztán utána kiderült, hogy nem is az apám, hanem egy másik rokonom volt. De nagyon érdekes volt egyébként az egész történet. Mi van? Hogy megidéztétek apukádat, de nem apukád, apukámat, egy másik rokon, és mit mondott, hogy a faterod most nem ér rá? Hát, mondta, hogy én viszont a rokon vagyok, és mondd meg apádnak, hogy tartozik 10000-el, és rohadtul adja meg. Nem, tehát, hogy... arról volt szó, hogy mindig ilyen nagyon fura, ilyen kitérő válaszokat adott. Tehát, hogy arra kértem, hogy rajzoljon egy kört, hogyha ő az. De sose rajzolt kört, hanem mindig lerajzoltam egy háromszöget, meg egy kört, és mindig a háromszögbe, tehát az a nem jelzés, abba vitte be a kis széket. De ezt ő is tudta, hogy az a nem?
Igen, mert mondta nekem az Antal, hogy én is beszéljek hozzá, és akkor az én hangomra egyébként elindult ez a kis asztalka. És akkor mondta, hogy írjak föl 3 darab vezetéknevet, legyen egyik közötte az apámé. És felírtam még egy ismerősét, aki nekem egy közeli hozzátartozó, annak a vezeték nevét is, és akkor azt utána bekarikázta, és akkor onnantól kezdve vele. És mi derült ki végül? Mert hogy ez egy kicsit így, tehát megtudtál valamit? Ő jött ő végül? Most tulajdonképpen az ugyanarra jött ki az egész, utána ezzel a rokonnal beszélgettem, igen, nem kérdéseket tettem föl, neki nyilván eldöntető kérdéseket, mert hogy nagyon nehezen mozgott ez az egész, tehát arról nem is ábrándoztam, hogy majd akkor ő szavakat fog nekem leírni, mert hogy az egész kicsit nyögvenyerősen ment. De az egész beszélgetés végén úgy volt egy olyan pont, akkor azt mondta, hogy akkor most köszönj el, légy szíves a Julitól, és akkor elindult ez a kis asztal a kezem felé, és elkezdte körberajzolni a kezemet. És akkor egyszer csak felcsúszott édesapám vezeték nevére, és akkor kérdezte az Antal tőle, hogy itt van a Gévai Antal is, az én apukám, és akkor jött egy kör, és akkor megint csak ugyanaz jött ki. Kérdezte, de a kört a szék rajzolja? Nem? Igen. Neked csak rajta van a kezem? Nekem csak rajta van a kezem. De te nem mozgatod a széket? Nem. De akkor mi a fene mozgatja a széket? Nagyon figyeltem arra egyébként, hogy tényleg, hogy ne legyen izommozgás. Mondjuk nyilván... Most a Feri, ne nézz így rám, most tényleg komolyan kérdezem. Te magadat nem akarod egyedül becsapni. Egyedül fogtad a széket? Ha te magadat nem akarod becsapni, és úgy mész oda, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy ez becsapás, és figyelek, hogy nem mozduljon meg a kezem, de magamon valaki szerintem mozgatja. Szerintem nem tud befolyásolni, szerintem válaszokat akarsz. Juli azért ment egy olyan helyre. És te mozgatod a saját kezed, vagy a tudat alatt? Igen, tudat alatt. Mert nem, a kezedet el tudod úgy lazítani. Én is nyilván tudnék most ironizálgatni a dolgok kapcsolatban, de amikor itt volt az Antal nálunk, és nekem rajta volt a kezem, én tudom, hogy nem mozgattam azt a széket. De nem tudod, mert tudat alatt. De én láttam a Jani, hogy meg voltám akkor, ha mozgott a szék, az nagyon durva semmi. Volt. Hát érted, Feri, én tudom, hogy milyen ez az a mozgás, mert nekem van. Azért nekem meg ugye ilyen elképzeléseim voltak róla, mondom, hát ha működik. Semmi nem volt. Semmi nem volt. Azért volt durva a tiéd, mert én láttam rajtad, hogy azt nem te csinálod, és ezért elkezdett neked valaki válaszolni, hogy nagy szemekkel nézni. Röhögtünk, de hárítottunk. Hater, persze, levesz minket 5 rugóval, azt maga messze. De azért röhögtünk, mert hárítottunk. Én. Ja. Utolj, nem, bocs. Ezért szeretem ezeket a kísérletet. Tesztkérdéseket kellett föltennem, hogy beazonosítsam. Igen. És akkor mondta a férfi, hogy írjak föl, például tudom-e, hogy hány évesen halt meg. Mondom, pontosan nem tudom, hogy hány évesen, akkor tudom-e, hogy hány gyereke született. Mondom, igen. És akkor felírtunk számokat, 1, 2, 3, 4, 5, és akkor bekarikázta a 4-et. És tehát, hogy ez, hogyha, tehát ő ezt nem tudhatta. De akkor ő mozgatta? Hát, de te fogtad. Ez az, hogy ezen gondolkodtam egyébként, hogy számomra ez onnantól kezdve válna 100%-ig hitelessé, hogyha ezt te csinálnád, meg te csinálnád, és az én rokonomat. Igen, és én nem tudok semmit a Juli rokonáról érteni. Kérdés, hogy ez nem ilyen kineziológiai alapon működik, ami ugye egy ilyen izomteszt, és a karodat nyomkodják, és hogy milyen válaszreakciót ad maga a karod és maga az izom, hogy nem a tudatalattiból jön elő valami úgy, hogy egyébként te kommunikálsz saját magaddal. Tehát ezt kéne megvizsgálni. És egy csomó olyan információ jön a felszínre, amit te valójában tudsz, vagy elnyomtál, vagy nem tudsz. De nem valaki mással kommunikálsz, hanem önmagaddal. Hát, és te adod meg a válaszokat önmagadnak. Lehet, hogy ez... Vagy a tudatalattit kommunikál vele, és a válaszok a tudatalattitból jönnek föl. Neked nem tudom, ezt érdemes lenne megvizsgálni. Tehát a kineziológia hasonlapon működik, hogy ott is izomteszt alapján ugye válaszol, a kineziológus beszélget, de nem hallott, hogy mit mond, csak löki a kezed, te visszatesztelsz, és utána elmondja elég durván, hogy mi történik, és mi a bajod. Na de figyelj, hogyha a Juli az, aki effektíve szó átvitt, vagy valódi értelemben mozgatja ezt a széket, és gyakorlatilag az történik, amit ő így kivetít, akkor miért nem az édesapjával beszélgetett, és miért azzal a rokonnal, akivel egyébként nem akart beszélgetni? Mert nem miatta jött ide. És mégis a rokon jött elő, és rokonnal beszélgetett. Mm-hmm. Erőszakos a rokon. Hát erőszakos. Az egész család. Meglátták a Julit, és mondták, jelen is van, patent, arrébb lökték, és jött a rokon. Mennyire, én akarok válaszolni. A rokon kicsit erőszakosott, és hát nem lehet tudni, az életben milyen volt ez a rokon. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy akkor miért ő jön. Minden esetre egyébként megindító élmény volt, akármi is történt ott, és lehet, hogy egyébként csak a tudatalattim dolgozott, és lehet, hogy csak a saját magam által feltett kérdésekre válaszoltam, és én voltam az egész. Olyat kellene kérdezni, amit mondjuk te a választ nem tudod, de utána tudja valaki igazolni. Tehát mit tudom én, az anyukától megkérdezett, hogy hol randítottatok először. A Balatonon, a Fertőtónál, vagy a Velencétónál. Te nem tudod, de majd anyukád elmondja a választ, és azt mondja, hogy a Balatonon. Nem tudsz magadnak válaszolni, mert megadsz mondjuk 4 választási lehetőséget. Ha abból kiszűri, hogy a Balatonon randíztam anyáddal mondjuk először,
és aztán megválaszolod magadnak úgy, hogy nem tudod a választ, ebből tudod leteszelni, hogy valójában kivel beszélsz. Én így mennék oda. Hogy mondd egy olyan kérdést, amire én nem tudom, de az anyám megmondja, ha mondjuk az apám nem élne. Tehát így lehet elmenni szerintem. Nem? Legközelebb kipróbálom. Ez jó dolog. Mondj, anyám, mondjál meg valamit, amit én nem tudhatok. Tedd föl ezt, ha ezt válaszolja, nem is kell, hogy elmondja a választ, sőt, biztos, hogy nem mondja el. És utána elmondja, hogy jól válaszolt, vagy nem jól válaszolt. Na ez az érdekes, hogy akkor viszont ki válaszol. Ha mondjuk jó, és azt mondja, hogy a Balatonnál. Nem? Majd legközelebb elmegyek. És sikerült egyébként olyan kérdésre választ kapnod, ami miatt oda mentél, hogy mit tudom én, hová ásta az öreg a takarékbetétkönyvet? Igen. Ott vannak a kistárjegyek és a postabank betétkönyv. Igen, és meg nem is. Arra a kérdésre, hogy most mi a helyzet apám lelkével, és hogyan tudnánk őt elengedni, és mi a megoldás erre. Úristen, hány ember foghatja most ebben a pillanatban a fejét, hogy Jézusom, mi megy ki a gyorsan. Nem baj, Júlia, az a jó, hogy te beszélsz ezekről, mert nekem kell, és akkor én viszont mindent át tudok rá tolni, és azt tudom, hogy ez a Júli olyan fura. Köszönjük, egyet értek veled, meg ha foglalkozom a hasonló dolgokat, de így a legjobb. Szóval azokra a kérdésekre, amik engem foglalkoztattak, nem. De ugyanakkor meg ez az ember, akivel én ott elvileg beszélgettem, ő egy olyan személy, akivel nagyon szerettem volna, de sosem volt lehetőségem beszélni. És ettől aztán volt egy pont, amikor egy picit el is pityeredtem magam. De nem baj, hát ezek azért megint idő dolog. Én csak azon gondolkozom, hogy mondjuk meg, ha valaki, akit nagyon szeretsz, oké. Amíg te nem engeded el, és kötöd magadhoz, és ragaszkodsz egy tárgyához, addig elvileg magát az entitást, aki mondjuk egy másik, a más dimenzióban itt van, nem tud elmenni a mennyországba újjászületni, mindenkinek itt rendszere szerint, mert te kötöd magadhoz, és addig ő itt ólálkodik körülötted. Vagy egy másik sikon jön, megy, de nem tud tovább menni, és egy ilyen köztes megállóba beleragadnak, mint Neo a Matrixban. Azt mondják, hogy van egyfajta, de hát hogy ez fokozatosan megy, tehát ez nem úgy van, hogy van a köztes megálló, aztán fölmegy, hanem szépen fokozatosan, mint egy lift állítólag megy föl. Hát sok, igen, más mondanak, igen, a buddhisták erről, 49 napot vagy a köztes állapotban, hát ki saját hitrendszere vagy vallása szerint, vagy meggyőződése szerint állít bizonyos dolgokat. Keresztények azt mondják, hogy egyből a mennyországba kerülsz. Józsi bácsi eltűnt már a lakásba? Na, Józsi bácsi. Ez egy másik történet. Tehát van egy Nadi nevű hölgy, aki egyébként autóval érkezett, én azt gondoltam, hogy nem gondoltam azt, hogy egy ilyen fekete hajú vajákos asszony fog kiszállni a kocsiból egy barjúval a vállán, de hát tök érdekes, egy szőke hölgy volt, érdekes zöld szemei voltak, de egyébként melegítőben volt, tehát teljesen úgy nézett ki, mint bármelyikünk. Tehát nem. És ő miért kell? Csak mondjuk el azoknak, akik nem tudják. Ő egyébként egy multifunkciális nő, tehát mindent tud, halottakkal tud beszélgetni. Csőgörényekkel, gázórációra, tömítésjavítés, halottakkal társalog, amit akar, meg is főz. Szellemet űz, rontást vesz le, házat véd be, és a többi, és a többi. És hát őt elhívtam magunkhoz, hogy hát nézze már meg, hogy mi a helyzet, megvan-e még a mi Józsi bácsi. Én is mindig ilyen munkát akartam, sose tudják ellenőrizni, hogy valójában megcsinálta, de nem. A tér tiszta, a szoba megtisztítva, a szellemek elmentek, 23 ezer. Tényleg elmentek, köszönöm, már adom is a pénzt. A legjobb meló, nem? Sajnos nem sikerül befejeztem, holnapig vissza kell jönni. Plusz házkoz hiszállás. A sarokban még van valami zű. Én egyébként hiszem, hogyha az ember elhiszi, és tényleg azt gondolja, hogy ezek a rituálék segítenek, akkor ezek segítenek. De lényeg az, hogy eljött hozzám ez a hölgy, belépett a lakásba, beszélgettünk egy kicsit, kérdeztem, hogy mióta látja, hallja a dolgokat, hogy hogyan érzékeli őket. Hogy sose gondolta el azt, hogy az ő egyem esze ment el, és hogy nem normális, és hogy vagy hogy azok a dolgok tényleg ott vannak, amiket lát. És azt mondta, hogy ezeket ő úgy látja, mint hogy te itt ülsz, meg én itt ülök, csak ő úgy látja a szellemeket, hogy picit áttetszőbbek, de hogy azok ott vannak. Mit is mondhatott volna? Hát hiszen ezért hívtad ki. Szóval, hogy azt mondja, hogy neki van egy csatornája, amit kinyit, és hogyha akarja, ezt a csatornát bezárja, és akkor ezeket az embereket, vagy ezeket a lényeket nem látja, és hogy akkor ő így kommunikál. És akkor mondtam neki, hogy megkértem rá, hogy akkor tegye már meg, hogy akkor körülnéz itt ebben a lakásban, hogy mit lát. Ez ugyanaz a lakás, ahol a csosszogó öreg embert láttad, hallottad? Józsi bácsi. Hát a saját lakásunk. Tehát csak az nem biztos, mert az egy évvel ezelőtti sztori, hogy mondjuk el csak egy mondatban, hogy volt egy szellemed. Igen. Jó, egy hangod. Volt egy, hát nem hangom nem volt, egy Józsi bácsi volt. Átkapcsolta a tévét. Átkapcsolta a tévét, csosszogást hallottál. Nem lehetett eleget szellőztetni. És fölmentetek, és sose volt ott senki, de mindig zajok voltak a házban. Igen, hogy megmozgatta a tárgyakat, és ha a szemem sarkában láttam mozogni. Egyébként ne röhögjél már, banyag, összetojnád magad, ha ilyet. Ha te elcsoszogna az öreg, hát igen. Valószínűleg igen. De ugye szemes, bács, jó, az csak az a rohadt bejárat, hogy csukja már, mert lefagy a tököm. De hogy láttad a szemed sarkából? Tehát, hogy... Úgy, hogyha ha láttam, hogy valaki mozog a szemem sarkában, és ha oda kaptam a fejemet, akkor nem láttam már többet, de láttam, hogy ott mozog egy alak.
Azért egy koponyacétére menj majd el. Egy emberre meg egy koponyacétére mindenképpen menj el azért. Bíró szokott verni. Nem, hála Istenem. De és akkor aztán kiderült, mert megtudtuk, hogy hát Józsi bácsi, hogy Józsi bácsi ott lakott ebben a lakásban, és ő ott is halt meg a fürdőszobában, amelyről már beszéltünk, hogy a vécén ülve egy ilyen nagyon fura történet. Az nehéz. És lehet, hogy ő visszajárt. Az ölében egy ülkám. Nem, egy ideig járt vissza, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megzavarodott, mert átépítettük a lakást, azt éreztem, hogy ő itt van, és hová jogalom. A rossz életben itt régen a budin volt. Persze, és mindig a fogyhában kittelt, mert az volt az ő budaja. Azt gondolom, hogy egy darabig még ott kovájgott. Tehát, hogy mindjárt beszarok, hol a budi? Nem akarok a konyhába kittelni? Nem. Elfelejtem, nem akarok-e? És mindig csak itt a gartrom. Jézus, szóval, ne, hát akkor is ugyanennyire röhögtetek ezen, de akkor volt egy ilyen érzésem, hogy ott abban a lakásban még valaki vagy valami van. De aztán ez egyszer csak így eltűnt ebből a lakásból, és kérdeztem, hogy ezt a nőt, hogy hát van-e itt valaki, lát-e itt valakit. És azt mondta, hogy nem, viszont van egy átjáróm, és akkor mutatott a konyha szekrényre. És akkor kérdeztem. Van egy átjáróm, jöjjön bele. Kiintotta a konyha szekrényt, négy kézlábra szépen, és eltűnt egy folyosóban. És Júli azt mondta, nem fogunk itt elférni, ez egy 12 személyes étkész. Igen, majd kiintotta a ruhászekrényt, és megjelentetek Narnia országában. Ja, oda ügyedett egy oroszlán, és az, na, ott jókor jöttetek, meg kéne menteni minket. Felültetek az oroszlán hátára, és ellovagoltatok a gardrob szekrény másik több oldalán. Bolságot. Nem, azt mondtam, hogy vannak, ilyen dimenziókapuk lakásokban, meg egyébként egy csomó helyen, és ez nekünk pont oda esett, ahol a konyha dimenziókapu, igen. És hogy ez azért nem jó, mert hogy ezek a lelkek így vándorolnak dimenziók között, és hát előfordult az, hogy én éppen mondjuk sütöm a rántottát, és átmegy rajtam, mert neki arra van dolga, mert hogy ott kell kimenjen. Hogy pont a kapuban áll. És pont a kapuban állok, és akkor átmegy rajtam, és akkor azt fogom érezni, hogy elszívta az energiámat, mert hogy ezek így átsuhannak az emberen. De hogy ne aggódjak, mert hogy ő ezt bezárja nekem. A dimenzió kapu. Nézd csak! És behajtottam. Becsukta a frigót. Nem olyan bonyolult, de ezt kell. Az nem dimenzió kapu, az a hűtőszekrény. Kérem, csukja be! Srácok! Tehát, én hozott magával szentelt vizet, és akkor befröcskölt. Persze, ami sisteregni kezdett. Igen. Aztán oda ment a villanyórához, kinyitotta, és beöntött a szentelt vizet, és elment a szárba. Azt mondta, hogy ez ne lepődjön meg, Juliska. Na, sejtettem, hogy ez lesz történni. Igen. És akkor ott locsolta a szentelt? Hát locsolt, egy kicsit locsolt, igen. És aztán azt is mondta, hogy volt egy fekete lyuk a lakásunkban. Persze. A fekete lyuk az olyan, mint egy ilyen verem, amiben a lelkek tanyáznak. És ők ott csücsülnek benne, és este, amikor elcsendesedik a lakás, akkor ők ebből így kijönnek. De hogy ez a fekete lyuk már betemetődött, azt mondta, hogy olyan, mintha egy ilyen ezüstös fólia lenne rajta, ez már le van zárva, úgyhogy amiatt nem kell aggódjak. És akkor mondta, hogy akkor ő most megtisztítja a lakást. És akkor leült az asztalhoz. Júli, ti nem vagytok normális. És én felszínzem, most elkezdte felpattintani a laminát. És azt mondta, hogy nem találom a lyukat. Hogy mondjam végig, te. Azt mondta, hogy akkor megtisztítja a lakást. És akkor leült az asztalhoz, így egy kicsit így átszellemült, és akkor mondta, hogy szólítja a négy elemet. A tüzet. Varta a duracse. Alkate, Philips. Mind lemerült. És jöjjön még lapos elem. Tehát szólítja a négy elemet, a tüzet, a vizet, a földet, meg a levegőt. És akkor mondta, hogy ő most rituálisan tulajdonképpen kiégeti az egész lakást belülről, amit aztán a víz... Csak van-e biztosítás, Julikám? Majd elmos, és akkor majd feltölti termékeny földdel, amit majd a szél elfúj. Atya úr. És te vagy az ötödik elem nyilván. Én nem. De előtte még egy tampedével kéne abból a slivovit. De amint jó az unikum. És ágyas szilva, hát ez nem az igazi, de mindes. Ha bontatlan. És itt volt egy pont, ahol én kezdtem... Csak itt? Kitartó vagy a kutyafáját, igen. Szóval, hogy behívott Eli homokot. Azt hiszem, hogy a homok az egy homok, tehát mint amit szorsz, de nem, az Eli homok azok olyan szárnyos angyalok,
akik a hozzám betévett lelkeket, tulajdonképpen mintha őrök állnának az én lakásomba, egy ilyen spirális lépcsőn felküldik a mennyországba. Tehát, hogyha valaki mégis bejön hozzám... Ez durvább, mint egy csárdai ez a regény. Akkor azt átpostázzák a túloldalra. Hogy a darabja az Eli Home-nak? Mennyi kellett? Várjál. Kapcsolat Eli Home-ok és Eli Ewing között? Igen. És aztán a következő lépés az volt, hogy szólította a titánokat és a tátosokat. Akik kialakították az én lakásomban az új védelmet, futótüzet húzott a bejáratunk fölé, amivel azokat az energiákat tartja vissza, azokat a negatív energiákat tartja vissza, amik bejönnének a lakásunkba, és csinált egy piramista házunk fölé. Amivel megvéd minket a negatív energiától. És más az életed azóta? Jobban ez nem úgy van ám, hogy azt mondta, hogy ez nincs meg 10 perc alatt, ez legalább 3-4-5 nap. Másfél-két évig kell visszajárni. Rendszeresen megy emberekhez, akiknél megtisztítja a teret, és hogy ez tényleg működik. Azt mondta, hogy nekem olyan 4-5 nap múlva fogom érezni igazán a hatását. És ott hagyott nekem egy kis szentelt vizet, amit a Miró majdnem felhajtott, mert ilyen vizes pohár. Isten, a szentelt víz! Hogy az a... spriccoljon még be este a lakás. Nagyon durva. Júli, én annyira szeretem a rovatodat, én annyira bírom, hogy ti ennyire betegek vagytok, de ez tetszik be most hasonló dolgokkal. Nem is azt mondom, hogy hiszek, de hogy ezeket én is szeretem, meg tök jó, hogy van valaki. De azért óvatosabban Harry Potterrel, jó? Igen, nem, figyeljetek, egyébként a nő nagyon meggyőző volt, nagyon meggyőzően beszélt. Ebből élő nagyon jó, meg belőled. Azt mondta egyébként, hogy rendőrség is rendszeresen hívja, és kéri a tanácsát. Nagyon kemény. És ugye hétvégén lesz egy Quidditch kupa mindenképpen. illetve egy druida találkozó a Börzsönyben. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Ugye a farsangi időszakot éljük, és egy csomó helyen lehet farsangi jelmezt bérelni. És... én tudom, hogy nem mindenki ér rá, nincs mindenkinek kézügyessége, de az, hogy 75 darab ugyanolyan öltözetű királylány vonul végig egy farsangi mulatságon, és 75 darab Buzz Lightyear meg Woody, ugye ahogy szoktuk mondani, Buzz meg Woody együtt mennek a farsangi felvonulásra, hogy ne engedjük meg, gyerekek. Ne? Hát miért? Le a Woodykkal? Na hát most nem, a Woodyot csináld meg, hát a Woody. Persze. Akivel tudod csinálja mi? Csinálja meg, akinek öt anyja van. Szerintem a te feleséged például meg tudja csinálni, és egy kicsit te is oda kucorodhatsz, mert élménye lesz a gyereknek. Tudod, mit látok? Hogy a kölcsönző előtt síró gyerekek vannak, és akkor anyu azt mondja egy idő után, jó, akkor te is Woody leszel, és kibéreljük neked, ahogy hívják. Vagy most például, most mindenki Darth Vader akar lenni, vagy Darth Maul, vagy hogy hívják ezt a csőrös csukát. Az már régen volt, de hogy egyébként igen, ebben igazad van, viszont ez viszonylag egyszerű jelmez, mert a szimplán csak csúnya gyerek, simán lett Kylo Ren. Na, tessék, ugye, meg vagy vele. Hogy ki marad az életetekből az, hogy este otthon ragaszgatsz, vágod. Nem hiányzik. De miért nem? Mert elárultál a szolgáltatónál, úgyhogy nem hiányzik. De én nem árultam. Na, én nem árultam. Tudod mit? Te vagy a hülye. Most jó visszavágtam. Nem mondd, hogy én azért rossz szülő vagyok, mert én nem csinálok jelmezt a gyerekeknek. Nem vagyok. Ha kell, kölcsönzök, én nem csinálok. Érted? Tudod, mi a baj? Veletek van baj, hogy azt gondoljátok, hogy a farsang rólatok szól. Ha a gyerek kilóren akar lenni, Buzz Lightyear akar lenni, meg! És van másik 100 Buzz Lightyear, legyen Buzz Lightyear. Nekem tudod, mi akar lenni a gyerek? Velociraptor. Érted? Hát most hogy az Istenbe csináljak én Velociraptor? Igen, mert tanuljuk a dinoszauruszokat minden este, és akkor Tyrannosaurus, Stegosaurus, Velociraptor, ezeket tanítom neki, mert én szerettem gyerekkoromban, és mi azt tanulja a gyerek, amit én is szerettem, mindegy, hogy már belealszik a Tyrannosaurus. Apa, még a Stegosaurusról tudom. A Stegosaurus 75 millió évvel ezelőtt a Jura volt. És én nem csinálok neki. Tyrannosaurus, tehát se Velociraptor, se semmi. Melyiket Velociraptor jelmezt akarsz? Vagy Tyrannosaurus, hogy Velociraptor akar lenni, igen. De az a mondtam baj, neki, hogy nem, ide megint királylány leszel. Igen, mint tavaly. Apa is mindig az akar lenni. Apád is mindig királylány volt, úgyhogy leszettük a padlásról a régi királylány jelmezt. Ha akarod, ha nem, megint királylány leszel. Na, add ide a körmeidet, hagyd lakozzam ki őket. Vagy tündél. De szóval az a baj, de. Ez nincs türelme. Hogy csináljátok, érted? Akinek öt anyja van. De ugyan
30 darab királylány vonul föl, mert általában az van, hogy például a mi óvodánkban is kivonul egy ilyen jelmezkölcsönzős cég. Megy a biznisz. Megy a biznisz. Jókat csinálják. Persze, kitolják a kis ilyen standardeket, amire rá lehet rakni a ruhákat, csak egy sor királylány van. Hát jó, de rohadt drága egy ilyen jelmez. Nem kell megvenni. Évek kellenek, amíg visszajön. Én nem nyerni akarok ezen a versenyen, én nem presztizselek, én nem akarom, hogy az övé legyen a legjobb, vegye fel, ami tetszik neki, elmegyek, megveszem, 3000-ért van ilyen királyjelmez, nem tudom, vegye föl, menjen be, ha vettől boldog és jól érzi magát, tudod, mi van, a sok hülye presztizselő szülő élete álmának gondolja, hogy majd most megnyerek, hogy gyerekkel a farsangot felére. Élete versenyének gondolja a farsangot, és azt hiszi, hogy most kislányom oda kell pirítani, most meg kell nyerni, most nem olyat vágjok neked, érted, és olyan nem tudom, mi lesz. Halló? Nem azért csinált, hogy meg... Kikapcsolták a számlám, és kicsit javasolj. Nem azért csinált, hogy megnyert, hanem hogy csináld a gyerekkel a dolgot. Mondja ezt a Feri, aki valószínűleg úgy megy egyébként az oldalba, hogy ki lesz a második, harmadik? December 24-én ülnek a falat, és csinálják a februári jelmet. Most ő Darth Vader akar lenni. És van egy ilyen maszkú. De biztos, hogy a Darth Vader, mert te nem ismered az a szóit, vagy az újra Kylo Ren. Darth Vader. A menő Darth Vader, vagy pedig már a lefutott kategória. Mert a lefutott kategóriához elő kell venned azt a kis gázégődet, tudod, amihez, hogy hívják, igen, amivel a crème brûlée-nek szokta a tetejét megpirítani, mert hogy kell a ráolvat maszk a gyerekre. Igen. De hogy nem böllér, vagy mit tudom én. Az tavaly volt, és az a disznóvágás. Jó, legyél disznóvágás. Még egyszer nem akarok. Ki volt a legjobb bőlér? Panna. Így van, egy kés volt az oldalán, fehér köppenye volt, vérfoltokkal, cigivel a fülemőt. Hát meg pörzsölőt húzta maga után, ami működött. Egy működő pörzsölővel ment a kerázomodába. Így van, csak az volt a baj, hogy valaki rákiált. Hát te még minek öltözél? Semmi között. Hol a zsűrű? Ellen Ripley nem bőlér. Én azt mondom, hogy a gyerek legyen boldog. Nekem ez nem önmegvalósítás, hogy én ezt most ha akarja, megcsináljuk, de ha akar és neki azt tetszik, és látod valamit a boltban, akkor én nem állok egy fehér lepedőt szabni 4 napon keresztül. De miért nem? Hát a jó program, összecsiszolódtok, dumáltok közben, tömitek ki a Tyrannosaurus Rexnek a fejét. Igen, akkor fehér lepedőt szabni, hát akkor az a gyerek nem Tyrannosaurus akar lenni, hanem mennyasszony. Tudom, hogy az lesz. Fehér lepedő? Fehér lepedőt koronált a fejére, és hosszú működhet. Én is ezért vagyok most meghasonulva, mert ugye a gyerek nem akar most jelmezt csinálni, hanem azt mondja, hogy ő be akar öltözni a kész jelmezbe. És én mondom neki, hogy az nem jó. Jó, de... Vagy, ha szánalmas, csináljuk, gyere! Így van, de a gyereknek van különösebb kívánsága? Tehát, hogy szerintem nincs. Valószínűleg csak azt akarja, hogy nem akar pupos lenni, mint az apja. A púpomnak hogy jön ide az én púpom? Fordíts, mert most ez az aktuális. A Darth Vader halálosan könnyű, tegyél egy bográcsot visszafele, nálad van az erkély, mint 4 bográc. Az így igaz. Egy fekete köpeny, meg adjál neki egy mű lézerkardot a kezébe, azt kész van. Nagyon nem? Jó, látod. De várj, kell neki valami maszk, valami rostélyt tegyél elé. Egy tésztaszűrő. Egy disznósajtot vessél, feketére vágjál. A disznósajt nem jó, a disznósajtot megesszük. Vágjál rá 2 lyukat, tegyél egy bográcsot a fejére, úgy könnyű. Nem azért van. Hogy csinálsz Velociraptor? Vagy Tyrannosaurus? Hát vagy ezt megformázod. A fejét megformázod, a lepedőből ki összevarjátok, vikivel szájat neki. Megvan az, hogy én kis gyűszűvel ott az ujjamon, kis ezért varogatok. Meg is folyik a vér. Azt látom magam elő. Azért az várd meg, amíg én lepedőből Tyrannosaurus varog. Jó, hát együtt dolgozgatok, csináljátok, aztán tök ideg leszel, bevágod az egészet a kandallóba. Fölgyullad. Nálatok ez ilyen nagy harc, nem? Meg kell nyerni. Tehát úgy mondod el, hogy úgy engeded el, hogy haza ne gyere másodikként. Tehát, hogy csak nyerés van rá, hogy nem engedem el, megyek vele, és viszem a... Mikor lesz? A farsang? Nem tudom, pontosan én csak csinálom. Tudom, hogy minden évben gyártatok, már januárban elkezdite. Hát jó, igen. Az persze. És ilyen rácfele volt, hogy szóba se jöhet, hogy ugyanaz legyen, mint tavaly, vagy tavaly elő. Az amatőr. És még olyan se lehet, hogy ha panda volt egyszer, akkor az soma se. De nálunk például nem választanak győztest. Nálunk nem választanak győztest. Jaj, a demokratikus. Idén te vagy Sama, Maja a méhecske. Nem? Hát ez miért nem? Tanulja meg azt az oldalt. Ez tök jó, hogy nincs győztes. Én azt szeretem, hogy nincs győztes. Ha egyet kiemelsz, a többi meg sem. Jó, ha nem győzhetsz. Akkor győztes se legyen. És megpróbáltam megverni az óvónőket, nem sikerült. Vagy mi győzünk, vagy ne legyen győztes. Az óvoda vezetőt, azt sem sikerült, mondtam, hogy jó, akkor viszont aláíratok a szülőkkel, hogy ne legyen győztes. Nem, de azt mondja az óvoda, hogy minden gyerek győz.
Tehát nem nincs az, hogy egyet senki. Kiemelünk, és akkor Pistike ott áll lovaként, és sír, mert nem ő nyer. De nem, senki akkor nem győz. Tibike pedig királylány, és nagyon boldog, mert az apja megvette a gyerekek. Az életben is lehetnek, igen. Már a gyerek győzni akar, szebb homokvárat akar építeni, gyorsabban akar menni a biciklijével, mint a többiek. A gyerek az győzelemre játszik, és aztán majd az életben, amikor vannak ugyanolyan emberek, akik elindulnak egy munkáért, és egy valaki győz, akkor majd ott is azt fogja mondani, hogy az óviban állunk, nem így volt. Igen, mindegy, vannak más módszerek is, tehát egy homokvárépítő versenyen is lehet valaki azért győztes, mert valahogy, hogy nem a többiek várát elmosta egy vödör víz, vagy esetleg szétrugdalta valaki egy apuka Feri bácsi. Nyilván én megy végig, és bemásznál, a kis ablakon, vagy a nagy ablakon, vagy bemenni az ajtón, és akkor amíg ott a többiek, mit tudom, pipilni vannak, akár az picit, picit megjavítanád a többiek jelmezét. És akkor most Darth Vader? Most kezdek föladni, vagy kezdem föladni, mert ugye egy ilyen Darth Vader maszkunk van, azt kapta karácsonyra, és azt mondja, hogy ő abba akar menni. Én megmondom, hogy abba nem megyünk, hanem csinálunk jelmezt. Nem ilyen műanyag vackot nem teszünk magunkra, legyártjuk, leülünk szépen, és megmondja, hogy nem, apa. Azért megnézem, hogy régi CB rádióval. Igen. Ugye? Egy ilyen kikijelent bokitokival ott, izé. Milyen jó ötlet. A szájába teszette, meg a kocsiból húhogsz neki majd. Csak benyomva tartja, te meg a kocsiból nagyon csinálod a légzést. Hát nem tudom. Ne akarj bennem lelkiismeret furba. Kezd el, ma este kezdjétek el a Velociraptort, és megnézzük, hogyha... Bocs. Teljesen jogos, Feri, én a gyermekemnek két teljes napon keresztül vartam a Csillivilli pillangó jelmezt, mert ő kérte, és amikor készített, elsírta magát, mert meglátta a tévé reklámot, és azóta jéghercegnő akar lenni. Oh. Az én fiam mentős akart lenni idén, a judo nadrágját befestettem pirosra, vettem és vartam rá fényvisszaverő csíkokat, az egyik fehér tesi pólójára textil festékkel előre keresztet, hátulra ambulance feliratot festettem, remegett a szemem, mire végeztem, de az eredeti terv szerint nagy feszültség villanyoszlop akart lenni, úgyhogy végül is ez a verzió felüdülés volt. Mondjuk a nagy feszültség villanyoszlop, az zseniális. Az nagyon jó, nagyon jó. Betty küldte nekünk. Az tényleg, az hogy néz ki? Vagy egy ilyen stilizált kábeltól, vagy lóg le róla. Igen. Apa, én egy sír akarok lenni, farsangod, de kisfiam, nem lehet sír, mert tavar kislánynak öltöztél, és tudod, bolond, aki sír egy lány után. Jézus! Jó, összeállt. Atya úristen, de fáradt. Szerintem meg fulciki volt látni, mindenki a kölcsönzős ruhában volt, én meg valami full karton, vagy össze-vissza vart gagyban. Írja ezt nekünk valószínűleg egy gyerek. Egyszer voltam piroska a farsangon, ha agyon verem anyámat, akkor se tudja megmagyarázni, miért öltöztetett annak. Üdv Balázs. Azért az elég komoly tarog mászott piroska, egy kis kosárkával, egy kis mézecskével, nem? Egy üveg borral a kezedbe, hogy te vagy piroska. Miért öltöztetett az anyám piroskára? Nagyon. Azért ez a farsang kicsit a mamáról szól, nem? Egy pillanat alatt megáll a levegő, nem? Igen. Menj, és akkor és de... most jöjjön Balázs, aki ma piroskába költözött. De... Jézus is. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Dévényi Tibor kiakadt, 10 millió DJ országa leszünk, ezt mondja magáról. A DJ szakma veteránja, Dévényi Tibor nem nézi jó szemmel az újoncokat, sőt, egyszerűen kontároknak tartja őket. Szerinte hamarosan 10 millió DJ országa leszünk. Kicsit túlpörögte azért. Hát ugye kezdjük ott, hogy neki van erre jogalapja, hiszen remekül keveri össze a zenéket. Ha nem megy, akkor átbeszéli a kettő között. Én nagyon szeretem, én láttam már őt együtt dolgozni, és akkor ő így szokta csinálni, hogy ha véletlenül nincs ideje keverni, mert pöttyös labdát dob, akkor átdumálja a két zene közötti lukat. Ja, akkor dumálás persze, van. Persze. De most mivel van baja azzal, hogy kijönnek a valóságsokból, meg különböző sorozatokból emberkék, leginkább csajok egyébként, ledobják a felsőt, és viszonylag naturális módon elkezdenek zenéket keverni? Hát igen, hogy a DJ-k lesznek. De jobb, mint ő. De ezzel nem tudunk vitatkozni. Én nem tudom ezt egyébként megítélni, hogy mit tudom, hogy Niki Bellucci egyébként, aki egy raktapasszal, vagy sebtapasszal, vagy hintőporral, vagy mivel a mellén? Ő egy csinálja ezt egy ilyen hintőporos hát raktapasszal? Igen, valamikor volt két ilyen kis szikszalag darabbal, vagy nem tudom. De egyébként tök jól néz ki. Így tehát van. Egy ilyen pasi szigetel is. Ez egy szakma. Nem megy annyira Dubajba. Van még vizsga például, vagy hát valamilyen vizsga, mert régen akkor lehettél DJ, ha levizsgáztál belőle. Most már akkor nem is kell vizsgáznod, csak odaállsz, azt mondod, hogy te értesz hozzá, és csinálsz.
csinálhatod. Uh-huh. Tehát legalább régen volt egy ilyen szakmai kihívása a dolognak, hogy le kellett vizsgázni. Most pedig odaállsz, össze tudsz keverni két dalt, vagy egy program összekeveri helyetted, nem tudom, és akkor te már DJ-nek mondod magad. Összekeveri helyetted, nem tudom, és akkor te már DJ-nek mondod magad. De hát a Tibi bácsi meg az Arató meg a Dévény is kezdte valamikor. És akkor is biztos voltak nagy öregek, akik azt Tibi bácsi meg a Dévény? Ja, tényleg ugyanaz. A Tibi bácsi, a Dévény, a három kívánság műsorvezetője, a pontos labdás öreg. A pontos labdás nagyon-nagyon helyes idős ember. Hogy ezek a nagy öregek is kezdték valamikor valahol, és akkor is biztos voltak olyan, akik azt mondták, hogy jönnek ezek a nyikhajok aztán. Nézd, ha most megértem Tibi bácsit, engem azért nem zavar, mert nem vagyok DJ. Tehát ha most jönnének félmeztelen műsorvezetők, akik úgy aratnának, hogy mit tudom én, való világot vezetnek úgy, hogy egy sebtapasz van a mellükön, és mindenki őket sztárolná, lehet, hogy mi is felemelnénk a hangunkat, hogy ne legyen már bárkiből műsorvezető. Megkérdezzük Tibi bácsit, hogy mi a baj ezzel. Jó, ott is van. Itt vagyok. Tibi bácsi, jó reggelt kívánunk. Most hello. Ébredtem, hát itt vagyok Lánkán az EFOTON, és hát nagyon nagy buli volt éjjel. 4 óra, 5 óra volt, mire ágyba kerültem, de nagyon szívesen hallgatom a magyar FBI-t, ugye úgy vezeteket Feri Balázs Janit, FBI-t, na, hát gyerekek, hát itt nekem félreértés van, itt most azért háborodtam fel, mert tényleg ma, amikor valaki valamilyen ismerté tevő műsorban, hogy ilyen jó fogalmazzam, tehát valóságsó, plémétek, egy szappan opera, valami módon kiesnek, mert vagy nem kellenek, vagy nem tehetségesek, minden második, mi leszel, díszgyoké. Most marha jó dolog ez, mert azért nem magamért, mert engem már nem érdekel, 67 éves leszek, ahova hívtak eddig, oda hívnak, ahova hívnak és szeretnek, megyek. Itt is most úgy érzem az EFOTON-zákán, hogy tényleg nagyon szeretnek a srácok, a lányok engem. Jó, de ha nem magadért izgulsz, akkor kiért izgulsz? A fiatal, azokért izgulok, mert valóban hallottam is a fölvezetőt, hogy voltak olyanok, akik vizsgát tettek. Tehát volt, aki már évtizedek óta gyűjti a zenét, mindenre van cuccot vásárolt, együtt dolgozott, minden ezért a szakmáért. Most azok abszolút nem tudnak labdába rugni. Tehát ma vagy azok, akiknek abszolút nincs levük, mindegy pár ezer forintért kevergetik a lemet, vagy a menők, akik mondjuk behozzák a közönséget. Hát ha megfigyelitek például Sterbinski, Bárány, nincsen pesti klubjuk, hát miért legyen pesti klubjuk, mert akárki zenélhet nyugodtan, akkor is teltházban. A fiam az egyik legnagyobb ilyen szórakozóhely, pesti szórakozóhely programigazgató, és mindig kérdezem, hogy miért nem hívsz valami neves DJ-t, az apa, tök mindegy, hogy kizenél, a helyre jönnek. És miért nem hívsz már meg engem, kisfiam, egyszerűen seggben rúglak, te ha átjössz hozzánk vasárnap még egyszer. Nem olyan könnyű, éjszaka, ki kell állni a közönség elé, hangulatot kell teremteni. Tehát ez egy óriási szakma, azért én egyszer az Antal Librével ültem, amikor kezdődött az új televíziózás a aulába, és egy olyan műsorvezető volt a tévében valamik adón, amit az ember szégyelte magát oda nézni. És akkor Ibrus rám nézett, és megszólalt, te öregem, most jövök rá, hogy ez egy szakma. És ebben itt teljesen igazad volt. Jó, te ezt jól hozod. Jól hozod. Ez egy szakma, szóval én ezért, tehát én ezek a sok közé... Voltál már olyan klubban, ahol egy csajlépet föl belehallgatni szakmai? Voltam, belehallgattam, hát nagyon jó, megtanulják még ezt a keverés is, megtanulják, de nekem például a DJ fogalommal is bajom van, mert hogy mondjam, ez egy rossz megfogalmazás, a DJ az egy rádiós műfaj, 1950-es évek elején Amerikában találták ki, amikor egy műsorvezetőnek az volt a feladata, az akkor megjelent jó rock and roll lemezt el kell adni. Föltett és egész délelőtt arról beszélt, most itt van ez, ezt hallgassátok, és lejátszott a 30-on. Tehát szerintem, aki nem beszél, az nem disc jockey. A David Guetta remek, mondjuk rá, hogy muzsikus, mert már megjelent 5 nagy lemeze, nem gondolom ez a zenészek, mert kikérik magukat, de mondjuk muzsikus, vagy technic music mennek hívjuk őt, mert a disc jockeynek beszélni kell, érted? Hát miket mondasz te? Hát te nézd oda, én nekem könnyű a helyzetemet, én főleg olyan zenekaroktól játszom, amiket én élőben is konferáltam. Miket játszol egyébként? Hát a Bonnie M-től egészen a Hedövéig, mindenki, az Oszi Biszlát, ezeket ugye én élőben is konferálhattam a kis stadionban, vagy felléptek nálam a három kívánságban,
ehhez tudom valami személyes kapcsolatot mondani, de a hangulatot kell kitalálni, amikor ott állsz a színpadon. Tehát, a Hedövény már felépett a három kívánságba is? Hedövény nem lépett a három kívánságba, azért mondom, a hagy koncert Hedövényre most már negyedszer lépek fel, és nagyon színpadon. Hedövény akkor még csak kiválhatott maximum három kívánságba. Akkor maximum kiválhatott, érted? Akkor bizé. Tehát én nekem ez volt a felháborodásomnak a oka. Na és milyen volt az FOTV bácsi? Mondtad, hogy hajnalban kerültél. Nagyon jó sikerült. Egyre többen vannak, az idő is kezd javulni, és hát az én sátram ugye 12-kor nyílik tulajdonképpen, tehát 12-kor vagyok éjszaka, és akkor már ugye vége van mindenhol a programnak, és hát akkor bent végig Tibi bácsizás van, végig kiabálnak, végig tapsolnak. Labda van még? Hát képzeljétek el, most számolgattam, ez a 7. efotom, és ha most minden jó megy, akkor így hétvégére az 1000. efot labdát fogom kidobni, 7 év alatt. Azért ez is nem kis teljesítmény, ott a színpadon közel, 67-hez. Tehát én ezért haragszom is azokat a díszgyoki gyerekeket védem, akik eddig dolgoztak, keményen vásároltak felszerelést, minden, nincs fellépésük, sajnos nincs fellépésük, mert ahogy a Dani fia mondta, helyre mennek. Tehát azt mondja a tulajdonos, mindenki hívja ki egy neves díszjokét több tízezer forintért, amikor a Laci fölteszi ezeket a lemezeket és zenél. Csak ugye azt elejtették el, például volt itt egy szervező srác, azt mondta, Tibi bácsi, azt nem értem, hogy az én díszjokém is ugyanazokat a dalokat jártam, hogy Tibi bácsi, és náluk nincs ekkora őrjöngés. És mondom neki, figyelj ide, mondok egy József Attila verset, mondjuk a gyermekét tettél. Ezt el tudja mondani Kovács Laci, 4. B-osztályos gimnazista, és el tudja mondani Latinovics Zoltán. Ugyanaz a zene, ugyanaz a vers. Mégis ugye Latinovics Zoltán jegyzik meg az emberek. Tehát valahol egy egyéniségnek kell lenni, aki felkonferál, aki elad egy muzsikát, és oda tudnak rá figyelni. Igen, jogos, amit mondasz. Igen. Ugyanakkor meg a csajokra is nyilván bemennek, hát nem feltétlenül azért meg csajokra, de akkor egy bizonyos alkoholszintú, tehát én is szívesebben nézek a színpadon, érted, egy ízét, hát én úgy tudom, engem azért nem hívnak Dubajban, mert ugye állítólag annyi kiló aranyat kap a csaj, vagy a fellépő a hány kiló. Most engem nem mernek elhívni, mert akkor a sejket tönkre mennek, szóval annyi aranyat kell adni. Hát, azért furán is néznél ki, hogy ott mesztelenül úszkálsz az úszómedencében. Így van, tehát így van, így van. Mögöttem egy turbános, hát szóval marha rossz lenne, igen, ez egy rossz pillanat lenne. Na, hallgathatunk bele egy kicsit ebbe a szenzációs Tibi bácsi féle konferálásba, egy Hedövényt, csak egy Hedövényt. Hedövényt. Nem, csak egy fiúk, és Magyarországommal többször járt ez a remek, színesbőrű előadó. Kiáll a színpadra, ránéz az első csajra, gyere, csak közelebb. Tehát így vagyok, rád néz, és csak annyit mondom, what is látom, és már indul a nóta, érted? Áj, te nagy vagy, Tibi bácsi, hát Jenny. Ez még mindig nagyon jó, hát ez a hírekirász, komolyan mondom. Imádunk, szeretünk. Én köszönöm szépen, srácok, hogy hívtatok. Vigyázz magadra, Dévényi Tibi bácsi, köszönjük szépen. Szia. Hello. De és hát gratulálunk, hogy még mindig áll a sátorsz. És éjféltől négyig. Éjféltől négyig áll a Tibi bácsi sátra. Na jól van. Hát ő egy drága ember egyébként. Az. Nem? Ezredik. Mi lenne a DJ nevünk, ha mi DJ-skednénk? DJ Perc. Tegnap ezen már gondolkoztam, és először Csülök akartam lenni, de azt mondta Laci, hogy olyan van, DJ Csülök. DJ Csülök? DJ Csülök. De ne legyen már DJ Csülök. De nem leszek, de mert olyan már az jó. DJ Perc, az jó, szerintem jó. A te közönséged még Percre indul. Igen, ez egyébként jó. Ez lenne a jelmondatod. Az én közönségem Percre indul. Vagy a buli nálunk Percre indul. De mi lenne, Jani? Neked mi lenne a DJ neved? Én DJ Skuló lenne. Skuló. Az űrmérete alatti lövedés. Akkor megnézzük, hogy mennyi idő alatt lehet mondjuk Janiból DJ-t csinálni, össze tud-e keverni kettő számot. Ha igen, akkor ma este már fellépése lesz valami nagyon helyes meleg bárban. Mondjuk. Szerintem jó? A legjobbat DJ Skuló. Fogadd el. Hát Skulókám, fogadd el Skuló. Hát az ifjabb Dévénynek a bárjában. Meghívhatjuk, de megnézzük, hogy hány perc alatt tudom megcsúfolni a szakmát. Igen. Van egy kis segítségünk, egy klassz DJ-t hívtunk ide, hello, Vibe-ból, jó reggelt kívánunk neked, hello. Sziasztok, jó reggelt. És azt pedig nagyon köszönöm, hogy nem régi barátotokat DJ Domineket. Hívtátok már reggelre, nem egész. Külön jól esett. Nem, azért vannak határok, tehát hogy nem vállalta. A Koba Kendő leghitelesebb reklámarcára gondolsz? DJ Dominikre? Na, azért tényleg vannak ilyen csajok, nem a szakmában, akik az
azért mondhatni nem a szakma csúcsai. Igen, itt akkor nagyon finoman fogalma, de aranyos a Tibi bácsi, csak én azt nem értem, tehát hogy ez most erre úgy tekintett rá erre a celeb DJ dologra, mintha ez egy ilyen 3 hete történne. Mi 5 éve próbálunk így a DJ társadalom nagy többsége ezzel ellen küzdeni. Gondolom neki most az vágta ki a biztosítékot, hogy a Kertész Géz, aki volt most a Barátok közben, hogy elkezdett ő diszkózni. Erkárpáti. Ki volt ő? Nem tudom. Erkárpáti. Erkárpáti meg a kopasz fiatalember, ők a maffia. Ja, ők ketten járnak. Igen. És eddig gondolom, hogy nem találkozott ezzel a celeb DJ vonalal az ő retro vonalán belül, és valószínűleg most ez okozott nála ekkor. De most ezek a csajok tényleg ennyire rosszak? Vagy tényleg ennyire bénák egyébként? Nagy többség, hát igen, nem nagyon minősíteném, de van egy-kettő, aki egyébként megtanulta a szakmát, nagyon szépen kinőtték, mint aki a Niki Bellucci-t is említették. A Sepp tapasszal. A Sepp tapasszal? Ő már mindig tapasszal megy a mellé? Nem, és már nem is top lesz. Már nem is top lesz. Igen, és itt azért így eszembe jut, hogy majd, ha Barátok közben Magdi Anyós is a top lesz, akkor lesz vége ennek a szakmának. Akkor végetek van. A Metzger Viki szintén, ő nagyon ügyes, és őt már nem azért hívják, mert hogy annó neki, és ügyes Playboy ezzel. Meg nagy cici. Ja. És a Virág? Boksávirág? Ja, ő is tanult sokat. És hát egy valakit a Jani figyelmébe ajánlanék, a Mészáros Dóri. A Mészáros Dóri is elkezdett mi, de ő... DJ Butcher. Igen, ez a neve. Nem lepődöm meg rajta. Ő a striptizes? Igen, az a Mészáros Dóri, és ő rock DJ. Rock DJ, de ő otthon is van a műfajban. Igen. És jól csinálja? És jól csinálja. És amíg én csaj vagyok, és jó a mellem, és otthon összekeverek 3 számot, akkor én elmehetek úgy fellépni, hogy eljátszom, mintha ott kevernék? Hát mi az, hogy elmehetnél? Hát a legtöbbik ezt csinálja. Ja, hogy előre lekevertetnek maguknak valamit, és ott kamuból csavargatják a gombokat, és közben nem csinálnak semmit? Igen, akkor a jobbik az az, hogy mondjuk nem kell nekik variálni a sebességgel, hanem az összes most futó zene 128 BPM-re van behúzva, és nekik tulajdonképpen csak a play és a stop gombokat kell megfelelő időben. De a pult ilyenkor holdra van állítva, nem? Hogy nehogy valamit elnyomj. Semmi, persze, nincs bedugva a pult. Aha. De hát azért nagy átverés akkor ez. Hát. Még nekem kicsit mindegy, ha jó zene szól, nem? Ebbe Tibi bácsának sajnos igaza van, nem? Igen, de ebben meg neked volt igazad, hogy ez nem a diszkózásról szól, tehát hogy igen, mert hogy ott van két hatalmas mell a diszkós pultba, tehát... Igen. Tehát valószínűleg, hogyha mondjuk a látványpékségnek ugyanekkora népszerűsége lenne, akkor ezek a lányok most pékek lennének, mert akkor ott tudnának ilyen sok ember, igen. De mert Niki Bellucci is felöltözött, hát már ez a világ sorrója. Hová tart ez a világ, ha már ő se tapaszba nyomja? Viszont ügyes, ha meg tudott maradni, úgyhogy felöltözött, és még mindig kell, akkor valóban tud valamit, nem? Igen. És még a Metzger Viki szintén, tehát ők külföldön ismert és elismert. Az mit jelent, hogy külföldön? Amerika, Európa. Tényleg? Na. Hát akkor tényleg ügyesek. János, én vagyok a vizsgabiztos. Aha. Te eldöntöd, hogy vizsgázni akarsz, mert ma este már kevernél, mit tudom én, nem, hol akarsz keverni, mondjuk egy olyan helyet, ami nem létezik. A Pinkben, jó? Én azt gondolom, hogy a tisztelet mindenek az alja, illetve a teteje, meg a közepe is, tehát, hogy skulok. DJ skulok. A vizsgamunkád az, hogy keverj össze nekem 2 dalt. Legyen az egyik egy Dr. Ábán a szeretem. Jó, választ vagy a kezem, biztos úr. Először mutasd a szádat. A másikat te választod ki, mi legyen? Vágy, hogy te is segítesz, mi legyen? Dr. Ábán, mivel lehet jól összekeverni? Jó, hát, nem vagyok szigorú vizsgabiztos, a másikat te döntöd el. Jó, én ragaszkodom, mint vizsgabiztos ahhoz, hogy Dr. Ábán legyen az egyik. Ha összekevered, ma este már mehetsz fellépni, top lesz, vagy nem top lesz, azt rád bízom. Jó, legyen rokkos, hogy Lenny Kravitz, az nem olyan nehéz. Az jó. Egy jó, are you gonna go my way? Így van. Dr. Ábánt és egy Lenny Kravitzet? Hát meg ha ezt megoldod. Nem fogom. Ezt előre mondom, hogy nem fogom. Jó, hoztunk ide pultot, egészen komoly felszerelést, mindenféle potméterekkel, 2 CD-vel, jól mondom? Szóljál valamit, rosszul mondok. Még a potikat meg a CD-vel játszott, megismertem. De nem kevertük össze előre, tehát amit hallotok, az lesz, amit János kever. Na, a vizsgán fontos-e a külsőség? Tehát, hogy úgy kell-e már oda menni, hogyha lesz később D-jegyed, hát akkor mondjuk, azokat föl kell levenni. Mondjuk, ha lenne a Janén a 2 mellé, az azért az valószínűleg egy plusz 10 pont. Tegyünk szikszalagot a mellére. Jó? Ami mindenféleképpen fontos. Tehát Dr. Ábán és Lenny Kravitz, jó? Most levetkőzöl. Azt hittem, jó arc vagy, ha tényleg bevállalós vagy, levetkőztél volna egyébként. Jó, közel a mikrofont. Egy ágy, két ágy, beteg ágy. Terror.
az. Hangpróba. A pult mögött, mint mindig, minden csütörtökön 22 óra 30-tól a hely rezidense DJ Skulló. Mutatja meg, mitől döglik a légy. Ez a cirkuszos már. Ez már igen, a porondon, a rozmár, a farkas és a tigris. Most nagyon bél akarok adni mindent, hogy átmegyek a vizsgán. És kezdjük rögtön a bulit egy fantasztikus, hatalmas, hihetetlen klasszikussal. Gyerünk, indul a buli! A pult mögött DJ Skulló! Jó. Aj, de ez egyébként ez egy jó dal, gyerekek. Tehát ez... Oké. Már tekergeti. Teker egy kicsit rajta, szól a tangosabban, úgy nagyon még jó. Egy kis volume! Izzadjanak a testek, simuljanak a lábak! Jó, fűzd le. Fűzd le erről a bombát. Jó. It's my life. Figyelj, ha nem sütöd el a csikizd a cicim, akkor jó vagy. Ja. Itt van. És most mindenki egyszerre. It's my life. Jó? Adjál, kicsit halljuk a dolgot. Jó, oké. Tehát, jó, kezd el rátenni a Lenny Kravitzre, jó? Egy kis púlás után jönjön valami picit keményebb, remélem már mindenki ezért vált, hiszen nem is lennék itt mindannyian ennyire kemény férfiak, ha valami kis keménység nem lenne a mai estébe. Jöjjön egy srác, egy nagyon szimpatikus fiatalember, aki mindig Jimi Hendrix akart lenni, de ahhoz túlságosan tehetségtelen, viszont nagyon jó képű! Nyomjál meg! Lenny Kravitz! Igen? Na, mi van? Visszavittem a pulszot, melyiket kell megnyomni? Ja, várjál, oké. Jó, nem, már megvolt a konferálás, oké, Lenny Kravitz. Lenny! Hendrix szeretnék Lenny Kravitz! Érzitek ugye? Ez a rock! A rock and roll! Jó, na megvagy. Csak az It's My Life-ot most megvenni. Megvagyunk. Figyelj, nálam átment. Csillagos ötös, a Duma csillagos ötös. A Duma ötös, a keverés az Vájból, gyere még vissza egy pillanatra a mikrofon, csak egy fél mondatra. A Duma zseni, nem? Tehát, a Duma zseni, abszolút. Figyelj, én azért így egyeztetnék veled szabad hétvégét. Szerintem ebből lehetne kihozni egy ilyen morning show. Az a baj, egy csomó olyan gomb van rajta, amelyek tök zavaró a felirata, például azt, hogy plaj. Igen, azt éreztem, a Lenny Kravitzet nem annyira találtad, viszont szenzációs volt. Vájból, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél erre a kis gyors talpalóra. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy kutatás szerint a magyar vásárló rossz vásárló. Hogy végezték el ezt a kutatást, nem tudom, de nem is ez a lényeg. Kiderült ebből, és csak ez számít, hogy a magyarok szeretnek bemenni, megfogni, megfogdosni, nem megvenni. Lehet egyébként azért, mert sok embernek nincs pénz, és ez nem is annyira vidám. De van az úgynevezett idegesítő vásárló, és ide akarjuk mi a témát kanyarintani, ami szerintem minden a szolgáltató iparban dolgozó embernek a mumusa. Tehát bárki, aki a kereskedelemben dolgozik, eladóként, pincérként, postásként, kocsmárosként, pultosként, de tényleg megvan a mumusa. De cipőboltból is. Ugye, nem az a vásárló, aki bemegy, keres valamit, és nem éri be az elsővel, és ezért próbálgat, hanem az, aki sportot visz belőle. Bemegy, megfogdos mindent, nem veszi meg, vagy az összes cipőt fölpróbálja, vagy azt mondja, hogy milyen szörnyű volt a kaja, de az egészet megeszi. Ugye számos ilyen van, szerintem ezt nem is nagyon kell ecsetelni, mindenki tudja, hogy miről van szó. Hát olyan SMS-eket kapunk, még igazából nagyon fel se vezettük a témát, csak így kicsit elkezdtünk róla a hírek előtt beszélni. Az árusok, a pincérek, a cipőboltban dolgozók, az eladók, mindenki panaszkodik. Tehát egy panaszkodás áradat indult el, de megértem, és nehéz munkának gondolom. Te kicsit nem ez a típusú bevő vagy, de te is nem. Ez a mindennek fogsz, megnézed, mindent kérdezel, már kicsit a pokolba kívánnak, nem? Tehát ez a nagyon-nagyon cizelláltan vásárolsz, és meggondolod, hogy nagyon. Hosszabbítót is úgy veszel meg, hogy 10 percig állsz a hosszabbítók előtt, nem? Igen, de ezzel nem annyira az eladókat, inkább a családomat idegesítem, melyik izzó. Én tudatos vásárló vagyok, nagyon megnézem, hogy mit veszek meg. Mész az eladókhoz is, kicsit kérdezősködsz, kicsit nyomasztod őket, kicsit idegesítő vagy? Igen. Szerintem egy picit igen. Te vagy a téma ember. Viszont ez kifizetődő. Az én esetemben kifizetődő, mert hogyha valaki udvarias, előzékeny és segítőkészel velem szemben, akkor én többször is oda visszaérök, sőt adott esetben egyébként idézőjelben rám lehet sózni olyasmit is, amit amúgy nem vennék meg. Van például egy sportszereket forgalmazó áruház, akkor, ahol megvettem, mit tudom én, egy kb. Egy ilyen fél évvel ezelőtt egy olyan sportcipőt, ami rohadtul nem tetszik nekem, viszont nagyon kényelmes, meg nagyon jó a célnak, nagyon
mondjam, megfelelve marha jó futócipő, viszont megvettem annak ellenére, hogy mehettem volna még utána, mert baromi ronda színe van. A vevőt, meg, vagy mert nagyon jó fejek voltak, nagyon jó fejek azért voltak egyébként. Cipőt, jó részben voltak. Azért, mert nem mentem utána, ők azt mondták, hogy egy vidéki áruházból nagyon szívesen felkérnek a méretemet. Akkor te jó fejvevő cipő... vagy, nem rossz fejvevő. Hát azért megveszel egy cipőt, mert kedves az eladó. Hát akkor azt jó, de előtte az összes fürdőgatyát felpróbáltak. mindig kijöttél a próbafülkével. Na nézzük, miket írnak a hallgatók, szenzációs SMS-ek jönnek. Egy turkálóban dolgozom, akcióváltáskor 5-kor nyitunk, ekkor már ott van az a bizonyos hölgy, aki minden ruhát betesz a kosárba, ami tetszik neki, hogy más ne tudja megvenni előle, és addig sétálgat a kosárral a boltban, ameddig lemegy a vásárlási roham, aztán mindent visszapakol, elmegy, majd másnap újra megjelenik. Kicsit kényszeres. Ez a te világod, Jani. Hát, régebben volt, hogy én is eldugtam valamit azért, hogy később megtaláljam, és de közben ne vigyék el. És elmentem megnézni egy másik üzletbe, hogy van-e, de hogy a biztonság kedvéért meglegyen, eldugtam egy hátsó részre. Biztos, hogy beteg vagy. Pultos vagyok, a kocsmában az én mumusom egy 60 körüli bácsi, aki minden reggel 8 órakor itt végzi el a nagy dolgát, sosem vesz semmit, kötekedik, ha a higiénia nem megfelelő, jelenetet rendez, ha elfogy a WC-papír. Kiborít, írja Ági. Azért az is kemény. Hiperben vagyok kasszás, jön be egy néni, aki egytől egyik bármit is vesz, mindent becsomagol egy nejlon zacskóba. A kasszánál minden terméket ki kell csomagolnom, hogy szkennelni tudjam. Idegesítő puszi nektek, ide egy hallgató. Aztán. Hát ő még nem zárkozott fel 2012-höz, hát ez igen. Bocsánatos bűn. Ebédszállító vagyok, van egy 95 éves néni, aki állandóan a lányát ajánlgatja, hogy nézzen meg milyen szép, aki egyébként 78 éves. Nagy de mennyire cuki? De ő mennyire cuki? Jaj, aranyom, nézze meg a kislányomat, milyen szép kis menyecske. Így menthetetlenül pártában marad. Igen, Szűzen. Valaki vigye már el. Valaki vegye már el tőle, amit még mindig őriz. A másik szakára tartogatja. Azért az gemény lehet. Görkori. Szaküzletben dolgozom, és van egy vevő, aki mindig bejön, és az összes görkorit végigpróbálja. Kikérdez 1950-től, hogy mi a görkorcsolya történelme. Körülbelül lefelelted belőle, de mindig az ilyen vevő lába a legbüdösebb. Mint ha direkt nekünk készülne a lábával egy hétig. Majd konstatálja egyébként, hogy neki erre igazából nincs pénze. Elmegy, mi szellőztetünk, aztán visszajön, és újra fölpróbálja az összes görkorit. Imádjuk, írja egy hallgató. Nekem a legidegesítő vendégem Balázs. Bukos is, akért jön, mindig átküldöm a Bogrács osztályra. Köszönöm. Igen. Na azt mondja, hogy CD-DVD osztályon, ez te vagy, Jani. Egy fickó hetente többször érdeklődött, hogy melyik filmből hány DVD van, vagy hány darab van. A végén már mindig azt mondtam neki, hogy nincs belőle. Erről megtalálta, közölte, mennyi van belőle, és rossz a nyilvántartási rendszer. Sose vett semmit. Így a Csilla. Ez te vagy? Ők unatkoznak. Ők rettenetesen unatkoznak. Unatkoznak, szerintem ezért csinálják. Szerintem rettenetesen unatkoznak. Bemegy, igényli azt, hogy foglalkozzak vele, igényli azt, hogy beszélgessenek, kommunikáljanak, és hát kitalálnak, kreálnak ilyen történeteket. Igen, így egy másik hallgató. Sokáig volt egy vevőm, aki bejárt a boltba tésztát venni, és kérdezte, hogy miért ilyen drága a tészta. Mondtam, hogy azért, mert 8 tojásos, erre kereste a leves tésztában a 8 darab tojást. Mikor rájött, hogy nincs benne, hozzám vágta, és azóta hazudósnak hív. Üdv Kriszti. Hát vele nem lehet semmit kezdeni. Tehát, hogy akinek így megpróbálnád elmagyarázni, de így a felénél vagy az első mondatán, hagyjuk, mindegy, nem érdekes, jó, akkor én vagyok az. De gondold, hogy mindig türelmesnek kell lenni, mindig kedvesnek kell lenni, a századi cipőt nehéz. Próbálja fel, akkor se küldheted el, nem? Van nálunk egy bolond asszony, egy üveg sört vesz minden nap. Délután visszahozza, hogy nem jöttek a vendégek, lecseréli fogkefére meg hipóra. Ő nem viszik semmit, másnap megint elviszi a sört reggel, majd délután megint visszahozza, hogy megint nem jöttek a vendégek, és megint lecserélik. Ő hát nagyon kemény. Picit igen. Amikor könyvteres voltam, volt egy Ambrus úr nevezetű úriember, ő volt egyébként a teremfelügyelők, illetve a könyvtárosok réme, mert ő általában külső raktárból kért be mindig egyszer egy ilyen 15-20-25-30 darab könyvet, mindegyikbe belenézett, kb. Ilyen egy mondatokat, információkat, dátumokat, stb. Keresett, kinyitotta, és amikor azt láttad, hogy betolod a kis kocsit, rajta van a 30 darab könyv, oda viszed az asztalhoz, leteszed elé, utána pedig egy egyenként szépen kinyitja, becsukja, arra tesz. Kinyitja, becsukja, arra tesz. És ezt miért csinál? És aztán pedig visszaküldte az egészet. És ugye a külső raktárba izét 1 millió polc közül kiválasztott, gyakorlatilag ő az egyetlen, megőrültek már tőle. A külső raktáriak azok sokszor már úgy küldték vissza, hogy nincs, elveszett el. Hogy sem, ne kell meg sem. Sokáig volt egy vevőm, aki bejárt a boltba. Igen, írja nekünk egy hallgató. Csak ez ugyanaz, hogy találtam még egyet. Várjám. Igen, egy zöldségeset kerestem, az nagyon jó.
Itt van, zöldséges vagyok, nekem minden, majdnem minden vevőm rohadtul idegesítő. Mondjuk, ha már minden vevő idegesítő, az már azért baj. Az egyik nő folyton túrót keres nálam, nem érti meg, hogy zöldséges vagyok. Azért kemény. Minden nap bejön valaki egy főként. Zöldtermék, ezek mennyit zöldség? Van egy másik, aki minden nap bejön, mindennek megkérdezi az árát, amúgy minden terméke rajta van, még soha nem vett semmit. De a kedvencem, amikor megkérdezik, hogy miért nincs most narancs, a múltkor olyan jó árban volt, mire mondom neki, soha nem árultam narancsot, csak magyar termékeket forgalmazunk. Az is mennyire kemény lehet. Atyaisten! Aztán, nyáron egy fagyizóban dolgoztam, ahol a legidegesítőbb vevők azok voltak, akik felsoroltatták velem az összes fagyi fajtát, hogy melyik milyen ízű, majd kértek egy csoki vaníliát. Ez megint kicsit te vagy, te is ezeket így megkérdezgeted. De hogy aztán csak pellába mi van, meg ebben mi van, abban mi van, és utána veszel egy csoki van, nem? Igen, de én szeretem is, hogyha beszélnek róla. Szeretem, hogyha eladják nekem a terméket. Tehát, de egy fagyi kell eladni. De hát, a fagylatnál nem ilyen egyértelmű a helyzet, de a süteményeknél igen. Tehát, hogyha elmondja nekem, hogy a sütemény miről szól, hogy mi van benne, hogy készült, hogy én kedvet kapok hozzá, de például mit tudom, hogy voltunk most a hétvégén egy olyan cukrászda, ami állítólag mit tudom, a Balaton környékének ötödik legjobb cukrászda. Most az egy dolog, hogy fagyasztott terméket vásároltunk ott, ahol elviekben minden friss, mindegy, nem is érdekes, de amikor megkérdeztem, hogy tudna nekem valami, nem fogsz meglepődni, valamilyen csokisat ajánlani, erről azt mondta, hogy ő nem szereti a csokisat, úgyhogy nem tud. Hát de érted? Hát hogy ez egy jó üzletpolitika szerint, tehát hogy érted, tehát hogy ott állsz egy cukrászba és vársz valamit, tehát hogy olyan jó valamit, és azt mondja, hogy én ugye, nem is kell mondani, hogy én ugyan nem szeretem, nagyon szeretik a kedves vevők ezt a lúdlábat, imádják, nagyon viszik, én azt merem ajánlani, mert eddig még senki nem mondta azt, hogy bármiféle problémája lenne vele, nagyon népszerű. De a lúdláb egy lúdláb. Nem így kell. De mit vársz egy lúdlábtól? Te mi? Lúdlábló? Bemész, megnézed, van Rákóczi túrós, van almáspite, van lúdláb, hogy mit mondjon? Kapuzzon mondja azt, hogy nekem. Finom, hát az a finom az ő érték. Ez a lúdláb, ennek a csokoládé masszája, ennek a lúdlábnak ekvátori kakaóporból készült. Kóstolja meg, mindenképpen nem fogja megbánni. És veszek belőle egy szeletet, és megkóstolom. Nem szeretem, nem tudok ajánlani. Nekem ez nagyon szimpatikus. Hát ő nem szereti, érted? Most verjen át. Hát Mire semmit nem eszek, utálom a süteményeket. Én nem ennék semmiből. Igen. Az egész polcot lepakoltatta a kedves vásárló, és a végén azt mondta, hogy csak a választékra volt kíváncsi. Ez kb. 2-3 alkalommal megcsinálja hetente. És mit tudsz csinálni, ha eladó vagy? Semmit. Nem oda kell menned, le kell pakolnod. Nem küldheted el. Vagy. 22 éves vagyok, piacon a zöldséges pultban dolgozom, két öreg nő kuncogva mondja a fiatalember, mekkora répája van. Én szeretem az ilyen kicsit bolondosabb öregényeket. De mondjuk ő a szórakoztató típus. Igen. Na jól van. Oké. Köszönjük szépen, hát körülbelül ezekre az SMS-ekre számítottunk. Gyerekkoromban mondjuk, ez kimaradt egy ilyen sztori, de hát nyilván szórakoztam, ma azért csináltam ezt, mert kevés is elég volt, hogy jól szórakozzak. Én például az izzókat próbáltam ki a Markácsáruházban, mert volt egy ilyen panel, amiben, hogyha beledugtad ugye az izzót, akkor így felvillant. És akkor azt csináltam, hogy oda vittem, mit tudom én, 20 darab izzót, megnéztem, felvillant, visszaraktam. Megnéztem, visszaraktam, utána nem? Visszahordtam mindent a helyére. Úgy szórakoztatott. Hát látod, nekem a kevés is elég. Jó. Viszont akarok még neked mutatni valamit, hogy milyen nagy csodákra képes a természet. Egy delfin megtanult angolul. Tessék? Bálna. És nem mindegy. Hát nekem aztán mindegy. Még a zsiráf lenne, jobb lenne. Bálna. Ja, tényleg a delfin nem beszél, csak a bálna. Hát nem, tök mindegy, a lényeg, hogy beszél. Hát most, ha egy sisakos kazuár szólal meg mindegy. Angolul. Hát nem, vagy egy sejmes durbincs, nem mindegy. Hát az nem delfin, az bálna. Ha bálna, az ugye egész más. Egyébként meg egyébként delfin, egyébként egy fehér delfin. Egyébként meg igazad van, végül is tök mindegy. Nem. Hát most miért lenne egy beszélő delfin izgalmasabb, mint mondjuk egy beszélő bálna? Hát most kösz. Ezt akarom én is elmondani. Na, meg parancsol. Akarom neked mutatni, hogy milyen hangot ad. Kihallasz-e ebből valamit, vagy a tudósok megint túlképzelik? Megint túlíták a sztori. Ez egy beluga bálna egyébként. Beluga bálna. Egy beluga bálna. Belőle származik a beluga kaviár? Nem. Ja, nem. Jó van. Nem bocs, meg rokkos akartam lenni. Igen. Na. A hír úgy szól, hogy... De én már átfűztem. Jó, most csak keresem, nyugodj. Vagy a te hangodon beszél. Igen, hallgass, hogy tudja utánozni a Balázs hangja. 0-6-30-645-00-00-00. Hát ez nagyon okos kis állat. Te cuki. Az is korán. Mondja már még valami. És ezt mind a Hawaii-szigeteken, hallod?
Figyelj, megint most elindítom, már egy nyomok egy play gombot. Te voltál, vagy ebben becsukom a szemem? De tudja a Jani hangját is utánozni. Mutasd? Figyelj, most utánozza a Jani hangját. Sziasztok, Jani vagyok. Kísértetesen emlékeztet a hangom, ugye, az igazviéra. Okos kis állat vagyok, nem? Passzus, tényleg! Hát zseniális! Megőrülök. Hihetetlen. Hallgass meg, hogy most ezt a tudósok magyarázzák túl, vagy tényleg angolul beszél a delfin. Mert ez most nem az én hangom. Ja, ez most nem te volt. Ez most én vagyok. Vagy te voltál. Figyelj. Jó, figyelj. Azt mondja, hogy... Mondjon már valami, meg tök minden. De nem az a lényeg. Figyelj, ha röfögni fog nekem, az is mondja, most már kíváncsi vagyok. Azt mondja angolul, hogy gyere ki a vízből. Tehát ezt kell angolul hallanod. De get out, így mondja. Ja, igen, nem. Azt hittem, hogy come on, let's go out the water. De ha ezt mondja, akkor is megveszek egyébként esetben. Na, én már akkor is. Oké. Okay. Elégedett lesz. Na, oké. Okay. Oké, okay, tolj. Get out of the water, így szóval. Jó van. Csak hogy mit? De muszáj hallanod, hogy mit keresi, nem fogja azt mondani magyarul. Figyelj! Okay. Nem azt mondom, hogy imádom a csavab csicsát. Én tökre azt értettem bele. A tudomány örjön. A tudomány azt mondja, hogy végre egy delfin bebizonyított, hogy tud beszélni. Ezért akartam, hogy minden, akkor bálnak. De várjál, még egyszer, mert most egyelőre figyelj. Még tényleg én egy csípős szózt is kérek a kebabomra. Get out of the water, ezt kell hallanod, figyelj. Szerintem. Nem lehet, hogy csak megkérde Lacinak szorulása van. Lacikám, több rostosat, Lacikám. Nekem kicsit olyan, mint hogy Ricsi Szambora megint belenne nyomva, mint az állat, és nem tudná Leaving on a Prayer-nek az elejét elmondani. Figyelj, a tudósok és a tudomány egyszer meg van őrülve a hír kapcsán, hogy végre emberhangot utánoz, és bebizonyították, hogy milyen okosak, milyen intelligensek, és a buvárok napokon keresztül azt hitték, hogy valaki szórakozik velük, ugyanis a víz alatt nehezen érthető ez a mondat. És kimentek a vízből. És aztán visszamentek. Nem, most már légy szíves, csináltok ezt, nem tudom ki szórakozik, de menj anyába! Nem mentek ki a vízből, csak ezt hallották napokig. Na. És ekkor megfejtették, hogy ez a bálna, vagy delfin... Fordulj meg! Beszél! Fordulj meg! De várjál, ez nem egy bálna, ez a turini remete, Kossuth Lajos. Az elveszett viaszenger, megtaláltuk. Azt mondják a tudósok, hogy állítólag puszta szórakozásból és kíváncsiságból próbálja utánozni a körülötte dolgozó emberek hangját. És ugyan a hangképző szerv gyökeresen eltér az emberétől, mégis képes volt ezt megtanulni. Érted? De ez azt jelenti, hogy ott valaki a vízben folyamatosan mondogatta a buvároknak, hogy gyertek ki a vízből évekig, és ezt a bálna hallotta, és ezt tanulta meg. Jó, hát itt kicsit öblít egyet. Na mit szólsz, boldog vagy? Ez a Kossuth. Ez Kossuth, ugye? Ez az eredeti. Igen. Hát ez Kossuth. Hát gyakorlatilag én nem érzek különbséget a kettő között, pedig ő most azt mondja, hogy a világ bírája történelem fog e kérdésre nem felel. Lehet. Az a baj, nem vagy még kész erre, nem vagy még kész a tudományra. Nem, minden kritikával, meg. Nem is tudom, mivel illetsz. Ez a bárra beszél. De valószínűleg az lehet, hogy nem beszélek hangosan. Drága hallgatók, ugye mondtuk, hogy mi ezen a héten legalábbis péntekig szabadságon vagyunk, de a naphallgatóját nem hanyagoljuk el. Azok közül választunk, akik egész évben lelkesen küldenek nekünk közlekedési híreket. Halló, jó reggel! Jó reggel! Halló! Yeah, Marci! Hello! Marci! Hol vagy most? M3-ason. Hol voltál most? Hol voltál, amikor, igen, amikor ott voltál, amikor az M3-ason voltál. Na, te vagy a nap hallgatója, és van egy nagyon szép ajándékcsomagod, mert nagyon sok közlekedésemes küldesz nekünk. Örülsz? Örülök, igen, örülök. Ahogy te örülsz. Nem örülsz, nem örülsz, senki egy szoktuk mondani. Marcikám, köszi neked, vigyázz magadra, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen, sziasztok. Ciao, szia. Hát meglepődött egy picit.
Mert hogy nem lepődtél volna hogy, meg. Hogy nem is aznap hívtuk, amikor hívtuk. Aha. Ha most, most mondta volna, hogy de most az M3-ason van, az egy hete volt az M3-ason. Igen. Igen. És amiért mennyi minden történetet vele. Lehet, hogy volt az M1-esen, az M0-ason. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb